napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Róla Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenlegi év alapján megalapítom, hogy 8 fő van jelen a képviselőtestületből. Távolmaradását bejelentette Gyurcsek János alpolgármester úr, Nagy Rápó Erzsébet képviselőasszony, illetve dr. Kovács László képviselő úr. Az ülés határozatra képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy a 8. napirend helyébe az alábbi javaslat lépjen. Javaslat a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételre. Aki tudja ezt a javaslatot támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Szavazunk a teljes napirendről, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 16. és 17. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, az országgyűlés 2005. évi döntése szerint 2001-től minden évben április 16-án tartják a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapját. Kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk a magyarországi és a karcagyi áldozatok emlékére. Köszönöm szépen! A képviselőtestület felkérem Róla Sándor jegyző urat, hogy a két testület ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni. Március 31-én a Karcagi Szakképzési Centrum konferenciát rendezett. A szakképzés jövője a jövő szakképzése címmel a Déréni Kulturális Központban. Konferencián részt vettek Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők, köszöntő beszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármester. Szintén március 31-én a Madarász Imre óvodapedagógiai napok keretén belül bemutató foglalkozást tartottak a Kutenúti órában. Jelen voltak Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Április 1-jével rendezték meg a Nagy Jenő asztali tenisz emlékversenyt, másodikán a Jász-Nagykun Szolnok megyei egyéni és páros asztali tenisz bajnokságot a sportcsarnokban. Szintén április 1-jén tartották meg a 22. Nagykunság szépe szépségversenyt a Déréni Kulturális Központban. Az önkormányzatot Karcagi Nagy Zoltán, dr. Kanász Nagy László, Szepesi Tibor és Kovács Szilvia alpolgármester képviselték. Domos László polgármester úr díjakat adott át. Április 3-án a Madarász Imre óvodapedagógiai napok keretén belül intézményvezetői feladatok, tevékenységek az intézményfejlesztés területén címmel volt szakmai előadás a Kutenúti óvodában. Az előadáson Kovács Szilvia alpolgármester és Pánti Ildikó képviselő vett részt. Április 4-én az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ tavaszi pedagógiai napok plenáris ülésén Kovács Szilvia alpolgármester képviselte a városunk önkormányzatát. Április 5-én került megrendezésre a 8. Roma projekt programjai az Arany János Általános Iskolában. A rendezvényen jelen voltak Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők. Április 6-án tartották a Vöröskereszt és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében a Katasztrófavédelmi Ifjúsági és Elsősegélynyújtó Területi Versenyt. Az eseményt megnyitotta és díjakat adott át Kovács Szilvia alpolgármester. Szintén április 6-án volt dr. Őrsi Julianna Palásban és Helytállása hazáért, a családért című könyveinek bemutatója a Györfi István Nagykun Múzeumban.
A bemutatón részt vett Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Április 7-én a Madarász Imre Egyesített Óvoda szakmai konferenciát rendezett 13. országos esztétikai tanácskozás címmel a Dérini Kulturális Központban. A konferenciát Kovács Szilvia alpolgármester nyitotta meg, a képviselőtestületből jelen voltak Pánt Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők. Április 8-án tartotta éves közgyűlését a Konszövetség. A rendezvényen részt vett Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Április 10-én és 11-én került megrendezésre a Szent Pál Marista Általános Iskola Passió című előadása a Dérini Kulturális Központban. A rendezvényen Pánti Ildikó és Szepesi Tibor, valamint Kovács Szilvia alpolgármester képviselték Karcagváros önkormányzatát. Április 12-én, amit szívedbe rejtesz címmel, verses délután rendezett a Dérini Kulturális Központ a Költészet Napja alkalmából. A programon jelen volt Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Szintén április 12-én került sor a települési marketing kézikönyv bemutatójára Beregfürdőn. A bemutatón Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők vettek részt. Még ezen a napon, azaz április 12-én a Kunorgonda Zeneparátok Egyesülete jótékonysági hangversenyre és kiállításra várta a zeneparátokat a Rénéri Kulturális Központban. A koncerten az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai léptek fel. A bevételt az intézmény hangverseny zongoráinak felújítására ajánlották fel. A jótékonysági rendezvényen Kovács Szilvia alpolgármester és Szepesi Tibor képviselték a városvezetést. Április 13-án délelőtt húsvéti készülődésre játszóházba várták a gyerekeket a Dérini Kulturális Központ munkatársai az ifjúsági házban. Ugyanezen a délutánon rendezték Kun Lajos Ördögszekér című könyvének bemutatóját a Csokonai Könyvtár emeleti nagytermében. Jelen voltak Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők. Április 14-én a Tiszalajos település fennállásának 725. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi ülésen Dobos László polgármester úr képviselte városunkat. Április 15-én Bálint Ágnes, Mazsolai Stádi című zenés báb előadására várták a családokat a Dérini Kulturális Központban. Április 19-én mutatták be dr. Barta Júlia turkológus és dr. Hoppál Mihály néprajzkutató a Török Hagyaték, tanulmányok a magyar kultúra török kapcsolatairól című könyvét a Csokonai Könyvtárban. A bemutatón Kovács Szilvia alpolgármester asszony képviselte a város önkormányzatát. Szintén április 19-én a 7-es választókerület lakossági fórumán bűnmegelőzési és közlekedési tanácsok szépkorúaknak címmel a rendőrkapitányság munkatársai tartottak előadást. A fórumon Szepesi Tibor, mint a körzet képviselője, és Dobos László polgármester úr vettek részt. Április 20-án zöld övezet elnevezéssel tartottak játékos délelőtöt a Táncsis körút 17 szám alatti óvodában. Jelen volt Pánti Ildikó képviselő asszony. Szintén április 20-án Dobos László polgármester úr átadta a helyi Paktum szervezet irodáját Karcagon, mely iroda feladata a térség foglalkoztatottsági helyzetének javítása. Április 20-a és 22-e között zajlottak a jubileumi 25. Nagykun Diák Sportviadal rendezvényei Kisújszálláson. A sportrendezvényen részt vett Tepesi Tibor képviselő és Dobos László polgármester úr, aki díjakat adott át a kiemelkedő és teljesítmény nyújtó karcagi versenyzők részére. Április 21-én ülésezett a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. Az ülésen jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony. Szintén április 22-én került megrendezésre a Kátai Gábor Kórház jótékonysági bálja a Szent Anai Sámuel középiskolában. Karcagváros önkormányzatát Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet és Kovács Szilvia alpolgármester képviselték. Köszöntőt mondott Dobos László polgármester úr. Április 23-án volt az Esperesi Beiktató Egyházmegyei Közgyűlés a Karcagi Református Templomban, ahol megtörtént nagy tiszteletű Koncz Tibor megválasztott Esperes hivatalos beiktatása. Az eseményen részt vettek Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselők, Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Dobos László polgármester úr. Szintén április 23-án került sor a Madarász Imre Egyesített Óvoda Sportolj Velünk családi délutánjára az Akácvéget fürdőben.
A sportrendezvény Szepesi Tibor képviselő úr nyitotta meg. Április 25-én tartották a megyei jogú városok, megyék és települések együttműködése című programsorozat karcagi járási rendezvényét. Megnyitó beszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Április 26-án a karcagi zsidó hitközség és a Bérényi Kulturális Központ a holokausz magyarországi áldozatainak emléklapja alkalmából színházi előadásra várta az érdeklődőket a Bérényi Kulturális Központban. Herzl, ha akarjátok, ez nem álom című darabját mutatták be. Az előadáson jelen voltak Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Karcagi Nagy Zoltán képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester, a megjelenteket Tobos László polgármester úr köszöntötte. Tovább folytatódtak a diákolimpiai fordulók és az utánpótlás tornák a városi sportcsarnokban. Köszönöm szépen Jézsi úr tájékoztatóját. Egy programponttól hagy emeljek már ki a felsoroltakból. Valóban a közelmúltban zajlott a 25. jubileumi nagykundiás sportviadal, és ez mindig nagy esemény ebben a régióban, hiszen egyetlen olyan régiós sportverseny, ami Magyarországon van, ami számottevő, és a nagykunvárosok középiskolásai mérik össze a tudásokat ezen a versenyen. Egyébként a múlt század elejére nyúlik vissza a kezdő időpont, tehát egy régi hagyományról van szó, és szeretnék itt gratulálni a karcagi középiskoláknak és a felkészítő tanároknak, az intézményeknek, hiszen kiváló jó eredményt értek el. A Nagykun Református Gimnázium nyerte összesítésben a kupát, ami mindig a legnagyobb szám, hogy ki birtokolja azt. A Szent Anna és Sámuel mezőgazdasági szakközépiskola összesítésben a harmadik helyet szerezte meg, és a Varró pedig a hatodik helyet. Kiváló szép eredmény, és ez bizonyítja, hogy nagyon jó szakági munka folyik ezekben az intézményekben. Még csak annyit, hogy a 25 megrendezett nagykundiás sportviadalból 15-öt a Nagykun Református Gimnázium, illetve a jogelődje a Gábor Áron Gimnázium nyerte meg, tehát mindenképpen büszkék lehetünk és örülhetünk ennek az eseménynek, és még egyszer gratulálok a felkészítőknek és a versenyzőknek egyaránt. Tisztelt képviselőtestület, napi rendelőti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni valaki ezzel? Lengyel János képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Polgármester úr, megkaptuk a megyei rendőrkapitány válaszát arra a kérdésünkre, hogy a pádding gomb elhelyezésére van-e lehetőség a nemzeti dohányboltokba. A válasz az volt, hogy nincsenek felkészülve erre a feladatra, így egy biztonsági cég közbeiktatását, bevonását javasolta. Úgy gondolom, hogy ez elég életszerűtlen dolog, mikor másodpercekről van szó. Kérdésem az polgármester úrhoz, hogy támogatná-e felvetésemet, javaslatomat, amit Teleki Zoltán rendőrkapitány úrnak bizottsági ülésen vetettem fel a dohányboltok helyi rihasztási rendszerének hatékonyabb átételéhez, amitől ő nem zárkózott el. Kérésem az, polgármester úr és a hivatal felé, hogy járjon közben, próbáljon megszervezni a dohányboltok üzemeltetőivel egy megbeszélést, ahol egy egyszerű telefonszámcseréről lenne szó. Mivel a rendőrségen van egy szolgálati mobiltelefon, és arra a dohánybolt és az alkalmazottak telefonszámát el lehet menteni, és egy esetleges támadás során meg tudná gyorsítani az intézkedést. Természetesen ezt a megbeszélésen a Nemzeti Dohánybolt tulajdonosainak javasolni, illetve fel tudjuk majd hívni a figyelmüket arra, hogy az ott dolgozók védelmében szereltessenek fel biztonsági kamerákat az üzletbe és az utcára is. Mivel nincs eszköz a kezünkben, hogy erre kötelezzük őket, csak annyit mondhatunk, hogy magát minősíti az, aki ezt nem teszi meg. Illetve javasolhatjuk annak a szervezetnek, aki kiadja a Nemzeti Dohánybolt üzemeltetésének jogát, engedélyét, hogy igenis, aki dohányboltot üzemeltet, az vállalja azt, hogy bekamaráztatja az üzletét. Sajnálatos, a matricás törvény miatt erre nagyon szükség van.
Magát minősíti az a város is, aki nem üzemeltet kamerarendszert a lakosság védelmében. Több hónapja megígérték a lakosságnak, hogy lesz működőképes kamerarendszere Karcag városának. Ezt az ígéretet még nem sikerült teljesíteni. Kérdésem az, hogy végre mikorra lesz már működőképes, jó használható biztonsági kamerarendszere Karcagnak. Több betörés is történt, nagy segítség lenne már most a rendőrség számára. Füzesgyarmati út, 4-es főút kereszteződés. Nagyon veszélyes, és sajnos sok áldozatot követelt már eddig is. Van valamilyen termék vagy elképzelésük biztonságosabbá tenni ezt a kereszteződést? Esetleg ki lehet-e alakítani egy körforgalmat? Tegyük élhetőbbé városunkat, köszönöm szépen, várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen képviselő kérdését. Én mielőtt konkrét választ adnék, hogy helyeslem vagy nem helyeslem, kikérem majd a szakemberek véleményét természetesen. Éppen az egyik napirendi pontunknál üdvözölhetjük főkapitány urat is és kapitány urat is, és akár most, de én majd egy külön megbeszélésen szívesen kikérem a véleményüket, hogy mi itt a helyes megoldás ebben a pánikgom ügyben, majd csak utána nyilatkozok, én nem vagyok szakember tudnélik ebben az ügyben. Kamerarendszer képviselő nagyon jól tudja, hogy a költségvetés tartalékában képeztünk egy olyan összeget, ami biztosítékot nyújt arra, hogy a kamerarendszer bővítése megtörténjen a városunkban, hiszen most is van kamerarendszer, csak szeretnénk tovább bővíteni. Nyilvánvalóan az év bizonyos részéig el kell jutni már időben ahhoz, hogy láthassuk, hogy a tartalék mire lesz elég, és ennek megfelelően akkor fogunk tudni hozzányúlni, és fogjuk tudni ezt felhasználni erre a célra. Kereszteződés, hát igen, nyilvánvalóan akkor lenne a legbiztonságosabb a település, hogyha minden utcasarkon lenne egy körforgalom vagy villanyrendőr, ez képtelenség, maga is nagyon jól tudja. Nem győzöm eleget hangsúlyozni minden ilyen jellegű kérdésre az a válaszom, hogy be kell tartani a közlekedési szabályokat, és akkor nem történik baleset. Örülünk természetesen, hogyha technikailag ez a veszélyesebb csomópontok ki vannak képezve, fel vannak újítva, el vannak látva, de semmilyen technikai eszköz nem helyettesíti a szabályos közlekedést, tehát a morált kell javítani. És azt is elmondtam a múltkori testületi ülésen, és most is elmondom, hogy nagyon örülünk annak, hogy képítésre kerül a postai csomópontnál a villanyrendőr. Szent meggyőződésem, hogy előbb-utóbb ennek okán át fog helyeződni a közlekedés súlypontja más kereszteződésbe, tehát mindig lesz egy veszélyes, vagy még veszélyesebb kereszteződés, mint ahogy az utaknál is. Mindig van egy nagyon rossz út. Ha elkészül valami, felújítják, utána megint lesz egy megint nagyon rossz út, amit lehet természetesen cincálni. De azon vagyunk, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk az itt élőknek. A minősítésekkel meg óvatosan tessék bánni. Van-e további jelentkezés? András képviselő, tessék, parancsolj! Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület, tisztelt jelenlévők. Úgy tűnik már megint a szokásos paripára pattanok, TRV. A kérdésem az lenne, hogy polgármester úr, illetve a város tudná valamilyen formában hatni a TRV-re, hogy így lassan 3 év után sikerüljön megtanulni nekik számlázni, vagy számolni, esetleg ha nagyon nem megy, tudok nekik segíteni. Úgy gondolom, hogy több olyan lakossági visszajelzés is érkezett már, ahol igen nagy mértékű, hát ugye egy általában családnál mondjuk egy 20 000 forintos tartozás az nagyon nagy mértékűnek számít. Tehát ilyen nagy mértékű tartozásokról mentek ki kemény felszólító levelek, majd ezt követően ebben a hónapban nagyon sok ugyanezekhez a családokhoz megérkeztek a számlák 0 forintról. Tehát valamit nem értek. Vagy valószínűleg én vagyok alulképzett, tehát ezzel nem különösebben nem vitatkozok, de az átlag ember számára felfoghatatlan, hogy egyik hónapban még van 20 000 forint tartozása, majd a másikban kap egy
levelet, nemhogy a havi normál vízdíjszámlájáról, hanem 0 forintról. Tehát tetszegetem polgármester úr, mondjuk nem egy 5000 forintos átlagos vízdíjról, hanem 0 forintról, ahol föl nincs tüntetve, hogy azért kedves ügyfél, önnek még ezen felül van mondjuk 20000 forint tartozása. És több száz ilyen számla ment ki a városba. Tehát én szeretném jelezni is, illetve kérni is polgármester urat, hogy a TRV felé ezt jelezze, és valamilyen lépést tegyünk, mert úgy tűnik, hogy azért 3 év alatt ezt a dolgot már rendbe kellett volna tenni, és ez folyamatos probléma. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a felvetést. Egyébként mielőtt a napi rendekre rátérünk, miután önöknek volt ilyen kérésük, hogy a TRV képviselője legyen itt a mai ülésen, itt van, jelen van, közöttünk van, és erre a felvetett problémára is nyilvánvalóan meg fogja tudni adni a választ. Azt ne várja tőlem képviselő, hogy bármilyen intézményre, cégre nyomást gyakoroljak, én kérni szoktam, tehát ez múlt rendszerben lehet, hogy így működött, most ez nem így működik, tehát én meg szoktam kérni, szoktam a kéréseket tolmácsolni, ezután is ezt fogom tenni természetesen. Van-e további jelentkezés, és úgy gondolom, hogy majd, hogyha odaérünk ehhez a részhez, akkor a TRV-nek a képviselője fog erre válaszolni. Más egyéb felvetés van-e? Ha nincs, akkor lépünk tovább. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 kormányrendelet értelmében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes, vagy a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatásával érintett település polgármestere köteles közmeghallgatást tartani. Tisztelt jelenlévők, bejelentem, hogy az elhangzottakat figyelembe véve kizárólag a Cargill Takarmány ZRT, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedélyezésével kapcsolatos témában közmeghallgatásra kerül sor, amelynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervek közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Megkezdjük a közmeghallgatást. Van-e valakinek kérdése ebben a témában? Jelenkezést nem látok, így a közmeghallgatásnak rögtön a végére is értünk, és mehetünk tovább. Tisztelt képviselőtestület! Tisztelettel köszöntöm a Tisza menti regionális vízművelet, az ERT Jászlajtmószolnok megyei üzemigazgatóságának munkatársát, és kérem, hogy mutatkozzon be számunkra, és ahogy az imént említettem, a korábban megkapott kérdésekre és a most feltett kérdésre is legyen kedves válaszolni és tájékoztatással lenni. Tessék, parancsolni! Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület! Rozgonyi Attila vagyok, hát igazából kicsit messzebbről kell indítanom, mint polgármester úr jelezte. A TRV-ben január 1-től egy igen komoly átszervezés valósult meg. Ez az átszervezés számos területet érintett. Alapvető célja, hogy az önkormányzat és a lakossági kapcsolatok javuljanak, illetve a feladatellátás mind a víz-ivóvíz minőség terén, mind a műszaki területen komoly változáson menjen keresztül. Ennek érdekében létrejött egy önkormányzati osztály, megerősödött az ügyfélszolgálati részleg, call center hálózattal, egyéb részleggel egészült ki, internetes elérési posztokkal, illetve létrejött egy fenntartási és egy üzemeltetési főmérnökség, amely alapvetően elkülönül ugye a telepek üzemeltetése és a hálózatok fenntartása, tehát a hibajavítás, hibaelhárítás terén. Ettől azt reméli a TRV, hogy a feladatkörök egyértelműbbé válnak, a felelősségi körök javulnak,
és más módon hatékonyabban tud mind a lakosság, mind az önkormányzatokkal a kapcsolatait fenntartani, és ezáltal javíthatja az üzemeltetési területet. Konkrét, képviselő úr konkrét kérdésére, az én személyem, bocsánat, én elég nehézkes a korábbi Hajdú-Bihari üzemigazgatóság, illetve még néhány ezt kiegészítő terület, a Tiszafüredi térség, illetve Máriapócs, Pócspetri környéke önkormányzati kapcsolataiért vagyok felelős, mint ilyen, tehát igaz, hogy Karcag és térsége csak közel egy éve tartozik az én hatáskörömbe, de azóta sikerült alpolgármester úrral, az önkormányzat képviselőivel, műszaki dolgozókkal mindennapi kapcsolatot kialakítanom, és úgy gondolom, hogy hozzájárulhatok ahhoz, hogy ez a kapcsolat tovább erősödjék. Képviselő úr konkrét felvetésére hadd reagáljak. A TRV számlázási rendjében 2016-ban egyetlen egyszer mutatkozott 12 napos probléma. Emiatt szíves elnézésüket kérjük. Egyébként a TRV számlázási rendje teljes egészében beállt. Érdemi probléma a kérdésben nincs, vagyis van, tehát tudunk rajta javítani, és fogunk is rajta javítani, de olyan értelemben, ahogy ezt képviselő úr jelezte, sajnos nem tudok erről beszámolni. A számlázásunk úgy néz ki, hogy minden hónap 24-28-a között kerül datálásra a számla. Ez azt jelenti, hogy nyilván hétvége lehet közben, vagy ünnepnap, vagy bármi más, de a 24-28 között minden esetben kiment, vagy meghatározásra, azaz megvalósulásra kerültek a számlák. Ekkor a TRV fizetési határideje 30 nap. Itt lehet egységesíteni, és valóban én felvetettem éppen képviselő úr javaslatára, hogy ne a 30 napot egységesítsük, hanem egy dátumot, konkrét dátumot egységesítsünk, ezáltal talán a lakosság részére számíthatóbbá, kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a számláknak a beérkezése. Ha nem azt fogjuk mondani, amit a törvény kötelez bennünket, hogy 30 napon belüli fizetési, tehát 30 napos fizetési határidőt adjunk, hanem lehet, hogy több lesz, mint 30 nap, de konkrét időpont lesz, tehát mondjuk feltételezés nyilván, tehát jogi vizsgálat alá kell vetni, a kollégák vizsgálják egyébként, hogy mondjuk minden hónap 25-e lesz a, tehát ugye 25-28-án kerül kiállításra a számla, és a következő hónap 25-e lesz mondjuk a fizetési határidő. Ezáltal ugye minden lakos számára egyértelművé és tervezhetővé válik az időpont. Még akkor is, ha valóban van egy másik késleltetési pont a rendszerben, amikor ugye a TRV rendkívül nagy mennyiségű számla kibocsátására jogosult vagy kötelezett, és emiatt itt valóban van egy közel 10 napos csúszási időpont, amíg a számlát nyomtatják, nyomdában csomagolják és postára adják, de nincs olyan jellegű probléma a TRV számlázásában, mint a 2015-ös évben volt. Valóban el kell, hogy ismerjük, akkor a nagy mennyiségű hirtelen bejött fejlesztés miatt az informatikai rendszerek képtelnek voltak kezelni a megváltozott körülményeket. Pillanatnyilag nem találkoztunk olyan problémával, ami a számlázásban nehézségeket okozna. Ami a behajtást illeti, valóban a TRV-nek nagyon komoly kínlevőségei vannak, meghaladja a 1,5 milliárd forintot a TRV kínlevősége, és ugye nyilván a tulajdonos elvárása, illetve a cég működésének a fenntarthatósága megköveteli, hogy ez ügyben lépéseket tegyen. Tisztelettel jelezem a képviselőtestület felé, hogy Karcag területén szintén van egy csoport, aki a behajtással foglalkozik.
de mivel 2013. január 1-től üzemeltet a TRV Karcagon, ezért nem történhet olyan, hogy 5 évnél régebbi behajtás lenne a TRV-nek. Tehát a TRV ugye 18. január 1-től lesz 5 éves üzemeltető, és akkor következik az be, hogy lesz 5 éves számlája egyáltalán, vagy egy hónappal később, hogy lesz 5 éves számlája, de nincs ilyen jellegű pillanatnyilag, nincs olyan követelése. A másik ezzel kapcsolatos megjegyzésem, a Nagykun Víz és Csatornaművi Vállalatnál maradt az összes követelésállomány, a TRV nem vette át, tehát nem lehet a TRV-nél ilyen jellegű követelésállomány. Egy esetben elnézést kértünk a tisztelt fogyasztótól, előfordult valóban számszaki probléma, sztornoztuk a követelését, és ezt rendeztük. Amit képviselő úr felvet, a nullás számlák kérdése, hadd jelezzem a képviselőtestület felé, hogy a TRV ugye részszámlákat bocsát ki, mint minden más közműszolgáltató. Évente kétszeri leolvasás történik nálunk márciusban és szeptemberben. Ezen leolvasások esetében ugye elszámol a TRV a fogyasztóval. Tehát az előző évi fogyasztás alapján kibocsátott részszámlák, és mondjuk ha lecsökken vagy megszűnik a fogyasztás, miatt valóban előfordulhat, hogy a harmadik hónapban az elszámoló, tehát a március havi számlában, amit áprilisban kap meg, az elszámoló számlában nullás számlát fog kapni. Ez azt jelenti, hogy az előző hat hónapban kifizette a fogyasztó azt, ettől függetlenül még a kötelezettsége fennmaradhat, tehát előfordulhat, hogy neki tartozása van. És egy nullás számlát kap, mert számlával ő fedezve van, tehát számlával eljutott oda, hogy ha a meglévő számláit rendezi, akkor az adott havi számlája nullás lesz. Sajnos ezt ugye minden szolgáltatónál érzékelheti a lakosság, és ezt nagyon nehéz kezelni. Egyetlen esetben van, hogyha viszonylag állandó, fluktuációmentes, tehát nem kilengő amplitúdójú a fogyasztás, hanem viszonylag stabil, akkor ugye nem történik olyan, hogy többet kellene mondjuk 3-4 hónapig fizetnie, és aztán az utolsó elszámoló számlán a 6. hónapban meg nullás számlát kellene fizetnie. Emiatt szíves elnézésüket kérjük, ez a rendszer sajátossága, meg fogjuk nézni, hogy tudjuk-e ezt enyhíteni. Mondom, olyan esetekben, ahol kiegyenlített a fogyasztás, nem fordul elő. Még két kérdést kaptam, ha a polgármester megengedi. Kérték a kollégák, hogy jelezzem, hogy az Óhajó téri helyreállítás tudtommal a mai napon megtörtént, a bitumenezés van hátra, ehhez még pár nap kötésre, betonkötésre van szükség. Köszönjük szépen az önkormányzat és a lakosság türelmét. A Zöldfa utca esetében pedig a TRV közbeszerzéses alvállalkozója, az Útkuruc Kft-t bízta meg a helyreállítás megvalósításával. Reméljük, hogy hamarosan bekövetkezik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Attila úr válaszait. Hát, hogyha attól függ, hogy esetleg, de gondolom nem ettől függ, hogy a testület ülése készen van valamilyen beavatkozás, akkor akár minden nap tartunk testület ülés, hogy gyorsabban menjen a dolog. Én egy ígéretet tudok tenni, polgármester, két héten belül küldöm a 2016. év évekre számolót, és ha a polgármesterről meghív, akkor szívesen prezentálom a képviselőtestület. Előre is köszönjük, élünk a lehetőséggel, és mindig szívesen látjuk. És még azt, hogy kérjem az Zöld Fóttal kapcsolatban, hogy nagyon szeretnénk tökéletes munkát várni, és azt várjuk el. Az egy kemény beavatkozás, és úgy szeretnénk, hogy az hosszú éveken keresztül használható és jól működő legyen, úgyhogy az út felület is, és a patka is rendben legyen. Alvállalkozó ide, alvállalkozó oda. Tehát tessenek figyelni az alvállalkozókra, nagyon nagyon.
Nyilvánvalóan azért nem véletlenül sok kérdés felvetés, hiszen lehetett azt érezni, hogy voltak imitamott problémák. És azt is nagy tisztelettel kérem itt mindannyiunk nevében, hogy valahogy rendezzék ezeket a dolgokat, mert az emberek kedélyét borzolja, és itt hozzá vagyunk szokva azért egy nyugodt, biztos ügymenethez. Más szolgáltatók is vannak, más szolgáltatóknál kevésbé szokott előfordulni ilyen probléma. Én gondolom és tudom, hogy egy átállás az nem zökkenőmentes, de már most ön mondta, hogy mikor történt ez az átvétel, ahhoz képest most már azért jó lenne, hogyha beállna a rendszer. Köszönjük szépen, és hogyha más egyéb is felvetődik, akkor máskor is látjuk szívesen. Köszönjük, hogy eljött és válaszolt kérdéseinkre. További szép napot, viszontlátásra! Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Ezek után rátérünk a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk a beszámoló Karcagváros közrendjének és közbiztonságának a helyzetéről. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Urbán Zoltán főkapitány urat és Teleki Zoltán kapitány urat. És bizonyára nem tudja mindenki, bevallom őszintén, hogy én is ma délelőtt értesültem az örönteli eseményről. Dr. Urbán Zoltán főkapitány urat dandártábornokká nevezték ki április 19-én. Szívből gratulálunk, gratulálok mindannyiunk nevében. Sok sikert, jó egészséget, jó munkát kívánunk ehhez a kitüntetéshez, előléptetéshez. Főkapitány úr el is magyarázta nekem, hogy mivel jár ez a kinevezés. No, tehát akkor a beszámolóra térünk, és kérdezem kapitány urat, Teleki Zoltán kapitány urat, hogy a írott anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? Igen, van, tessék parancsolni, érkezik a mikrofon. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtestület, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. A rendőrkapitányság nevében főkapitányok kérek engedélyt a beszámoló szóbeli kiegészítésére. A karcagi rendőrkapitányság állománya az elmúlt évben is törekedett arra, hogy a városba élő személyeknek, illetve az ide látogatóknak megfelelő közrendet, közbiztonságot biztosítson. A regisztrált bűncselekmények száma tavaly évben tovább csökkent, ami már egy évek óta tartó folyamat. 2012-höz képest felére csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, és több mint 50%-kal csökkent a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma, ami leginkább befolyásolja az itt lakók szubjektív közbiztonságérzetét. A kollégáim egészében a segítő, együttműködő, támogató és empatikus és differenciált rendőri intézkedés jegyében látták el a szolgálatukat. A bűnöldöző munka kapcsán azt lehet elmondani, hogy a nyomozás eredményességi mutatója a kapitányságnak közel 70%-os volt, és a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kapcsán is több mint 60%, ami országosan is egy kiemelkedő eredmény. Ez azt jelenti, hogy aki az illetékességi területünkön bűncselekményt követ el, az méltán bízhat abban, hogy a rendőrség elfogja. Az illegális migrációs tevékenység egész évben a munkánkra is rányomta a bélyegét, habár külső határszakasszal nem rendelkezünk, de Bács-Kiskun és Csongrád megyébe 20 alkalommal kerültek a kollégáim vezénylésre, és ennek ellenére a közteti jelenlét nem csökkent a városban, hanem mind a óraszám, mind pedig a közterületre vezényelt fők száma nőtt. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy szinte korlátlan mennyiségben tudtunk túlszolgálatot elrendelni az itthon maradó állománynak, és így semmivel nem volt kevesebb rendőr az utcán. Az intézkedési aktivitás jelentős mértékben nőtt az elővezetések esetében. A bűn és baleset megelőzési tevékenységünket fokozottan fejtettük ki, az iskola rendőre program minden iskolában folyik. Természetesen egész évben számítottunk és meg is kaptuk a segítséget mind az önkormányzattól, mind a polgárőrségtől, mind pedig az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyektől, és ezek a mutatók az ő segítség nélkül biztos, hogy nem tudnék ilyen mutatókról beszámolni, és ezt szeretném itt is megköszönni a testület előtt. Köszönetemet fejezném ki a város valamennyi polgárának, aki a közrend közbiztonság érdekében tett erőfeszítéseinket támogatta.
a rendőrkapitányság teljes személyállománya jövőben is fog támaszkodni az önkormányzat segítségére, illetve az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetek, polgárőrség támogatására. Én röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kapitány úr. Ő kapitány úr kíván-e? Egy mondat, tessék, parancsolj. Köszönöm szépen, főkapitány úr. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom a beszámolót. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Pánti Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim! Köszöntöm én is megyei kapitány urat, Dandár tábornok úrként már, és Teleki Zoltán kapitány urat. Mint minden évben, ebben az évben is a települési önkormányzatok elé kerül testületülésen a városok, a települések közbiztonságának a helyzete. Így van ez ebben az évben nálunk is. Ez természetesen megelőzte bizottságunknak, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának az ülése, amelyen, mint ahogyan elhangzott képviselőtársam részéről, kapitány úr részt vett, és minden felvetődő kérdésre válasszal volt. Azt is megszokhattuk, hogy áttekinthető, jól rendszerezett tájékoztató anyagot kaphatunk, mint ahogyan történt ez most ebben az évben is. Tudjuk azt is, hogy a kapitányság munkája értékelésre került állományi szinten, ahol mindig a település polgármestere jelen van, illetve megyei szinten is. Erről a kommunikáció útján a város lakossága és az érdeklődők szíves tájékoztatót kapnak, és ez így természetes. Elhangzott itt az előzőekben, hogy a kapitányságunk a legeredményesebb kapitányság. Örülünk ennek. Annak ellenére, hogy az ellátási területe 2015. júliusától 6 településsel bővült, tehát nagyobb lett. No de ez rangot is ad egy kapitányságnak. Én legalábbis így értékelem. Ugyanúgy, mint ahogyan Karcagváros megkapta a járási székhely jogát. Természetesen nagyobb feladatokkal, de mégis egy bizalom azok részéről, akik ezeket az átszervezéseket így lebonyolították. A statisztikai adatok mutatják, hogy a kapitányság eredményes. Kapitány úr elismeréssel szólt az önkormányzattal, az intézményekkel, a nyugdíjas szervezetekkel való jó együttműködésről. Csak így megy együtt. Az ellátórendszerben közösek a kapcsolódási pontjaink. Bízom benne, hogy mi, az átlag állampolgár is hozzájárulhattunk az eredményességhez. Azáltal is, hogy törvénytisztelőbbek lettünk, ez is elhangzott már. Az is, hogy önök a rendőrség által felvilágosító, együttműködő, segítő munkájuknak eredményeként elővigyázatosabbak lettünk. Jobban vigyázunk értékeinkre, figyelünk másokra, főként az idősekre. Igyekszünk a közlekedési szabályokat is betartani, és a személyes példamutatás azt hiszem valamennyünk számára nagyon fontos. Kapitány úr személyének gratulálok. A bizottság nevében is, és a beszámolót elfogadásra ajánlom. És bízunk abban, hogy az előzetes határidők betartásával egy új kapitányság épülete hamarosan rendelkezésre áll a kapitányság felelősségteljes munkájához. És személyes kérésként a város lakossága nagyon szereti, hogy a járőrszolgálat, a járőrkocsi, van, aki nem szereti,
nagyon gyakran jár a város utcáin, mert ez számukra a biztonság érzetet is növeli. Köszönöm, hogy elmondhattam, a beszámolót elfogadásra ajánlom. Köszönöm. Tisztelt képviselőasszony, köszönjük szépen az értékelést. Van-e további jelentkezés? András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők, tisztelt dandártábornok úr, kapitány úr. Elolvastuk a beszámolót, és tényleg nagyon szép számokat látunk benne. Csak gratulálni lehet a munkához, és köszönjük a tevékenységüket, a városért, a közrendért végzett munkájukat, és köszönjük mindannak a közrendőrnek, kisrendőrnek, akik kint az utcán, illetve a határon végzik a munkájukat, teljesítenek szolgálatot. Védik az országot, a határon védenek bennünket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nemes és nagyon szép rendőri feladat. Itt azonban azért én föltennék egy kérdést. Feltétlenül ebből az állományból, illetve meddig fogják ebből az állományból a határvédelmet megoldani. Dandár Tábor úrnak nyilván jobb rálátása van erre. Tehát nyilvánvalóan állomány szempontjából megterheli a kapitányságokat a határvédelem kérdése, amitől nem tekinthetünk el, mert sajnos tudjuk, a nemzetközi hírekből látható, hogy a migráció és migrációs kísérlet nem állt meg, tehát iszonyatos tömegek próbálnak az unió területére bejönni, és ebbe bizony Magyarország jár élen, mint fenntartó és védekező erő. Erre én úgy gondolom, hogy egy fokozott, vagy egy bizonyos átszervezést igényelne, tehát az egyik kérdésem erre irányul. Látszik egyébként a helyi munkán is, hogy és az adatokból is kiderül, hogy még az állomány 5%-os csökkenés, vagy bocsánat, rosszul fejeztem ki magam, tehát az utcán teljesítő szolgálati létszám az statisztikailag alacsonyabb, míg az órák száma magasabb, ami azt jelenti, hogy egy-egy szolgálatot teljesítő rendőrre jóval nagyobb feladat, jóval több munka jut helyben, mint egyébként. Szintén Dandár tábornokhoz intézném a kérdést, hogy ugye már a tavalyi év során, illetve korábban kormányzati szinten elindult az életpálya modell. Tehát ezek a rendőreink nagyon kemény és nagyon nehéz munkát végeznek, értünk végzik. A megbecsülésük úgy gondolom az erkölcsi mellett az anyagi is, tehát és ezt bizony fizetésbe, pénzben lehet elsősorban mérni. Tehát kérdezném, hogy az illetményük, illetve az a bizonyos életpálya modell hogyan áll. Mennyire érzékelhetik ezt mondjuk a Karcagváros rendőrei. Illetve még egy érdeklődésem lenne ezen egy picit ezen a területen. Igen, ahogy képviselőtársam is föltette a kérdést, a karcagi rendőrkapitányság épülete. Ezzel kapcsolatban szeretnék én is érdeklődni, hogy hogyan áll, mikorra várható az új épületnek az elkészülése. A helyet már biztosítottuk, előkészítettük és várjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, mert akkor kérdés? Csokorban lenne szélszerű gyűjteni. Akkor most a kérdéseket gyűjtsük össze, és akkor megadnám a szót a főkapitány úrnak, illetve kapitány úrnak. Kérdés több nincs, hozzászólás még majd lehet természetesen. Akkor a válaszra magadom a lehetőséget, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő vendégek, kezdjük sorba. Ugye a schengeni határövezet jelenlegi külső országa Magyarország, amelynek keretében mind a genfi, mind a dublini, mind a lisszaboni szerződésben foglalt kötelezettségünket, amelyet a magyar kormány, a mindenkori magyar kormány vállalt, a magyar rendőrség teljesíti. Az államhatár védelme ma Magyarország egyik legfontosabb feladata.
A magyar kormány egy komplex intézkedési sorozatot kezdett, ennek több eleme van, egyrészt egy elektronikus határzárvédelem, egy technikai védelem, egy személyi védelem, és nyilvánvalóan a 3000 fő új határvadásznak a rendszerbe állítása, ami pedig hosszú távon fogja megoldani a magyar rendőrség határrendészeti feladatait. A dátum, hogy mikortól nem kell majd mennie a karcagi rendőröknek a határa, ma még előttem is titkos, és ez a szó vicces értelmében nagyon sok körülmény befolyásolja. Jelen pillanatban tesztüzemmódban van a technikai védelem, ha követik a híradásokat, ugye minden héten a police.hu-n fönn vannak azok az adatok, amelyek az államhatárvédelmével kapcsolatosak. Az elmúlt egy hónapban rendkívül komoly visszaesés tapasztalató szerencsére a magyar államhatár tekintetében, az illegális migráció tekintetében. Ugyanakkor az is látható, hogy Olaszországban, Görögországban, és nem lebecsülve a török helyzetet, komoly problémák látszanak körvonalazódni, tehát egyelőre mi nem hagyhatjuk őrizetlenül egy percig sem az államhatárt, és amint a 3000 határvadásznak a teljes kiképzése megtörténik, ami várhatóan szeptember hónapra datáljuk most, elvileg a kormány határozat az 2018 január 1-ig adott határidőt a magyar rendőrségnek a toborzási feladatok ellátására, és csak utána kellett volna megkezdenünk a képzést, jóval előrébb tartunk ebbe a folyamatba. Tehát a határőrizeti feladatokat én reményeim szerint azt gondolom, hogy ebbe az évbe valamikor meg fogjuk szüntetni a karcagi állománynak a határa történő vezénylését. A második kérdés az életpálya modell. Az életpálya modell egy rendkívül ilyen jól sikerült törvényi változtatás volt a rendőri állomány tekintetében, és elég, ha annyit mondok önöknek, és ebből érteni fogják, hogy én főkapitányként minden hónapban a fizetési lista közepén tartózkodom, tehát nem én keresem a legtöbb pénzt a magyar rendőrség Jászlóklisztánok megyei rendőrfőkapitányságán, hanem azok a kollégáink, akik a plusz munkákkal, a plusz juttatásokkal, amelyeket az új életpálya modell számukra biztosít, élnek a lehetőséggel. Ma a rendőr kollégáink dönthetik el, hogy a túlszolgálatukat készpénzben kérik megváltani, vagy pihenőidőben. Ugyanakkor országos rendőrfőkapitány úr döntése alapján már tavalyi év óta a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy mindenkit az egyéni teljesítmény alapján értékeljünk, és ez az értékelés, ez egy meghatározott pénzösszeg is tartozik, amelyet a jövő hónapban meg fog kapni Karcagon is minden olyan kollega, akit a vezetői arra érdemesnek tartottak. Az életpálya modellel kapcsolatban volt egy alap 30%-os béremelés, majd minden évben, 2019 január 1-ig minden évben 5%-kal emelkedik a kollégáinknak a bére, tehát ez 2019 január 1-én minden egyes rendőr kollégáknak a 15 júniusi fizetéséhez képest 50%-os bérnövekedést fog jelenteni. Ehhez jön az általam említett teljesítményjuttatás, plusz a túlóra ellentételezés, tehát én azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évet, ha vizsgáljuk, ilyen jól megbecsült rendőri állománya nem volt a magyar rendőrségnek anyagi szempontból. Ugyanakkor az életpálya modellnek van még másik két pillére, a lakhatás és az egészségügyi helyzetnek a javítása. Ma már mind a három pillér működik. A 17. januári állapot már elfogadta a harmadik pillért is az egészségügyi jogszabály megváltoztatásával. Ugye ez egy nagy hiátusa volt a rendőrségnek, hogy a HST módosításnál azok a kollégáink, akik a szolgálat ellátásával összefüggésben szenvedtek olyan egészségkárosodást, amely befolyásolta az ő további szolgálat ellátásukat, megszüntette az új törvény a szolgálati nyugdíj rendszerét. Ezt a jogalkotó orvosolta, és januártól egy új rendszer elemeként azok a kollégáink, akik a szolgálat ellátással összefüggésben minimum 15%-os egészségkárosodást szenvednek, ők dönthetnek arról, hogy nyugállományba vonulnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos eleme. A lakhatás pedig a harmadik pillér, ott egy nagyon komoly anyagi támogatást kapnak a fiatal rendőreink, illetve ugyanúgy igénybe vetik a magyar kormány által biztosított egyéb lakhatási támogatási rendszert is. És a harmadik kérdés a karcagi rendőrkapitányság. Országos rendőrfőkapitány úr kiemelten kezeli a karcagi rendőrkapitányság épületét, ezért az Országos Rendőrfőkapitányság gazdasági főigazgatója a felelős a karcagi rendőrkapitányság építésért. Jártak már polgármester úrnál,
tegnap. Folyamatosan jönnek, értékelik a helyzetet, és én azt gondolom, hogy jelen pillanatban úgy haladunk, ütemterv szerint haladunk az épületnek az építésével, tervezés, kivitelező kiválasztás, és minden, aminek idáig meg kellett történni, az határidőre megtörtént, és én nagyon bízom benne, hogy maga az épület is az előirányzott határidőre állni fog, és a karcagi rendőrök igénybe fogják venni ezt az épületet. Köszönöm szépen. Főkapitány, köszönjük szépen a válaszokat. Köszönjük. Vélemény, hozzászólás van-e még? Karcagi Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Szeretném én is köszönteni a rendőrség jelenlévő képviselőt, Dandár tábornok urat és kapitány urat. És szeretnék olyan véleményt mondani, hogy én azt hiszem, hogy örülhet az önkormányzat, az a képviselőtestület, illetve maga a lakosság is, aki egy ilyen rendőrségi beszámolóval találkozhat, mint amit mi ebben az évben láthatunk. Azt hiszem, hogy talán néhány helyen meg is irigyelnék ezt a szép beszámolót, és ezeket az eredményeket. Ehhez szeretnék gratulálni kapitány úrnak és dandártábornok úrnak ehhez az eredményhez, hiszen ez érezhető az utcán, a városban is, a rendőri, a közterületi rendőri jelenlét, a létszám, a járőrkocsi, ahogy Ildikó néni, Pánti Ildikó képviselőnő az előbb említette. Látjuk az utcán, hogy mozognak, odafigyelnek, és nagyon jók az eredményesség, tehát a felderítési mutatók, a nyomozási mutatók, és egyáltalán az elvégzett rendőri munka. Ezen kívül örvendetes, hogy a polgárőrséggel is, ahogy az anyagban olvashatjuk, nagyon jó az együttműködése a kapitányságnak. Ezt azt kívánom, hogy a továbbra is így működjön, illetve a polgárőrségnek is kívánom, hogy bővülhessen. Nagyon eredményes volt a legutóbbi dohánybolti rablásnak a felderítése, ehhez szeretnék külön gratulálni. Nagyon nagy dolog, és ez is mutatja a rendőri munkának a színvonalát a városunkban és körzetünkben. Ezen kívül szeretnék kapitány úrnak is gratulálni, illetve megköszönni neki azt, hogy a rendezvényeken, a közéleti alkalmakon mindig ott van, mindig képviseli a kapitányságot, és személyével mindig megtiszteli ezeket a rendezvényeket. Köszönjük szépen, munkájukhoz további jó egészséget, erőt, egészséget kívánok! Köszönöm szépen a hozzászólást, van-e további jelenkező is? Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni! Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselő, testület, kedves jelenlévő, kedves televíziónézők. Engem is nagyon érdekel a határvédelem, de én most a határa alatt Karcag külterületét éltem. Az elmúlt években egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani a rendőr kapitánysággal, kapitányúrral, ugyanis a mezőrség, amely fölállítása Karcagváros önkormányzata nevéhez fűződik. Az országban az első volt, ahol egyébként a mezőrség megszervezésre került. Én úgy érzem, hogy ezekben a statisztikákban az is nagyon nagy szerepet játszik, hogy Karcagon egy jól működő mezőrség tevékenykedik, egy olyan mezőrség, aki a rendőrséggel nagyon jól együtt tud dolgozni. Én egy kis lobbizást kérnék most itt a jelenlévő rendőrségi tagoktól, megyei kapitány úrtól és kapitány úrtól. A mezőrség technikai fölszereltségébe többször felvetettem már fórumokon, hogy a vadászlőfegyvert, ha lehet, cseréljük már le maroklőfegyverre, ugyanúgy, mint a természetvédelmi őröknél. Ott mindenhol egyetértettek ezzel, de apró pénzre nem tudtuk váltani, tehát továbbra is egy vadászpuskával járják a határt. Nem kell mondanom szakmailag, ez mennyivel nehezebben biztosítja az önvédelmet, mint egy maroklőfegyver. És én kérném, hogyha lehetőségük van fórumokon, esetleg, hogyha véleményt kérnek, akkor támogassanak bennünket abba, hogy a mezőrség is egy könnyebben használható, önvédelemre jobban használható lőfegyverrel, maruk lőfegyverrel legyenek felszerelve. Kapitány úrtól pedig annyit szeretnék megkérdezni, hogy ebben az évben is tudja biztosítani azt a járőrt, aki majd a gazdálkodókkal és a mezőrökkel közösen éjszakai őrjáratokon részt fog venni, mert ezek nagyon-nagyon hasznosak voltak. Olyannyira hasznosak voltak, hogy Karcag külterületén közel 200 darab tanya található, az elmúlt években minimálisak voltak a tanya a felterős
kérdések, és a falopások is, amikor ugye bejön a téli hideg időszak, minimálisra csökkentek. Én azért emlékszem rá, amikor volt olyan időszak, hogy szinte az erdők mellé embereket, élő erőt kellett tenni, mert olyan népszerű volt a téli időszakban a fa eltulajdonítása. Hála Istennek, és ez közös munkánknak az eredménye, a rendőrségnek és a mezőrségnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólást, láttam, hogy kapitány úr jegyzetelt a lőfegyverek témakörében, és volt egy kérdés is, arra pedig kérjük, hogy akkor válaszoljon, legyen kedves. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Tisztelt képviselő, úgy gondolom, hogy törvény akadálya nincs, és biztosítható a marok lőfegyver a mezőrség részére is. Természetesen nekünk könnyebbség, ha a gazdálkodókkal ki tudunk menni, és az ő terepjárójukat tudjuk igénybe venni olyan helyeken is, ahova a rendőrségi autóval nem tudunk kijutni, és nem csak egy, ha kell, kettő kollégát is tudunk biztosítani ehhez az ellenőrzéshez. És én mindenképpen megköszönném, bár így nem nevesítettem, csak azt mondtam, hogy egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek, de természetesen ebben a mezőrség is benne volt, ahogy a köztelt felügyelet is, és megköszönném azt a munkát, amit ők tettek. Nagyon szép felderítéseik voltak a vadkamerával, a vadkamera kihelyezésével, a Tesco mögötti erdősávban az ő segítségükkel tudtuk megfogni a fatolvajokat, úgyhogy a továbbiakban is számítunk ugyanerre a segítségre, és mi is maximálisan minden segítséget megadunk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a választ! Van-e további jelentkezés? Nem látok. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Nagyon sok dicséretet kapott a harcadi kapitányság, a vezetés, az állomány, és azt hiszem, hogy ezt teljesen okkal és joggal kapták, hiszen a leírt adatok imponálóak, és az érzetünk is az, hogy jó a közbiztonság ebben a városban, és valóban csak kívánni lehet, hogy máshol is így alakuljon a helyzet, főleg annak tudatában, hogy valóban minden is vezényelnek a határa a rendőröket, tehát a munkájuk nyilvánvalóan még több lett és még nagyobb odafigyelést igényel. Az már önmagában is büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a legjobb mutatókkal rendelkezik a megyében ez a kapitányság. Sportnyelven szólva azt mondhatnám, hogy ezt várja a szakvezetés. És maradjon is ez így a továbbiakban is, hiszen ezen dolgozunk közösen, mi is megteszünk, amit megtudunk. Nyilvánvalóan a szakmai és minden egyéb más része az állománynak a feladata és kötelessége. Gratulálok ehhez a munkához, és további ilyen hasznos ténykedést, közös együttműködést kívánunk mindannyiunk számára, mert valóban, ahogy ez is elhangzott a különböző intézményekkel, a kapcsolattartás is végtől fontos lakossági fórumoktól kezdődően mindenféle kapcsolattartás jelentős, és még közelebb hozza egymáshoz a lakosságot és a rendőrséget. Tehát nem ellenfélként, ellenségként tekintenek egymásra, hanem egymás segítő közegként. Végtelenül fontos. Itt lehet együtt ténykedni és hasznosan együtt dolgozni. Nagyon szépen köszönjük az elvégzett munkát kapitány úrnak, és kérem, hogy tolmácsolja az állomány felé is köszönetünket. Főkapitány úrnak pedig az állandó odafigyelést köszönjük, és kérjük, hogy ugyanolyan lelkesedéssel és erővel támogassa a karcagi kapitányságot, mint ahogy eddig is tette. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és természetesen az elhangzottak alapján mindenképpen elfogadásra ajánlom a beszámolót. Javaslom, hogy szavazzunk, akik tudja támogatni az elfogadást, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok mindkettőjüknek. Viszontlátásra, minden jót. Második napirendi pontunk következik, tájékoztató a Karcagi Többszélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvos Intézmény működéséről. Köszöntünk körünkben igazgató asszony Hodos Bálintnét, és köszönöm, és köszönjük azt a végtelenül precíz és hozzáértő anyagot, amit kaptunk
ebben a tájékoztatóban. Ez is egy olyan téma, amiről reggelig lehetne beszélni, hiszen sokrétű, átfogó munkát végeznek. Hihetetlen empátiával, hivatástudattal, nem mindig a legjobb körülmények között, tehát ezeket figyelembe véve a elvégzett munka és a szakmaiság már most megelőlegzem, hogy kiváló. Kérdezem intézményvezető asszonyt, hogy kívánja kiegészíteni szóban a leírtakat. Egy pár mondattal, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr és tisztelt képviselőtestület és kedves vendégek. Én szeretném köszönetet kifejezni ahhoz, hogy a polgármester úr és a képviselőtestület támogatta az idősek otthonát és a házi orvosi intézményt. Hiszen az intézményünk 2012 óta elmondhatja kettő óta, hogy mind a négy telephelyen megújult. Ugye a Zöldfa út intézményünk teljesen, a házi orvosi intézményünk is megújult, és most 2015-ben benyújtottunk a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz egy pályázatot a Horváth Ferenc úti székhelyünkhöz, mivel a Horváth Ferenc úti székhelyünk nem volt még végleges működés engedéllyel, nem rendelkezett, mert nem volt akadálymentes. 2016-ban ugye megnyertük a pályázatot, és elkészült a külső lift, ami igen nagy dolog az intézmény életében, hiszen a lakók, a hozzátartozók és minden dolgozó nagyon boldog és méltó, hogy most már fel tudnak menni, és a hozzátartozók is meg tudják látogatni azokat az ellátottakat, akik eddighez nem tudtak fölmenni. Én szeretném megköszönni az önkormányzatnak és a képviselőtestületnek azt a munkáját, hogy támogatták az intézményünket, hiszen a Horváth Ferenc úti székhelyünkön létrehoztuk az akadálymentes fürdőszobákat, az önkormányzat segítségével, és a házi orvosi intézményben pedig az ablakcsere is megtörtént. Köszönöm szépen a segítségüket, és kérem a beszámolom elfogadását és megtárgyalását. Köszönöm szépen, intézményvezető asszony. Vitára bocsájtó napirendet, van a kérdés, hozzászólás, vélemény. Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, kedves televízió nézők. Abban a szerencsés helyzetben vagyok önkormányzati képviselőként, hogy az egyes számú választókörzet képviselőként két idősebb otthonával is tartatom a kapcsolatot, ugyanis mind a kettő abban a körzetben található, ahol én önkormányzati képviselő vagyok. Rendszeresen látogatom a itten rendezvényeket, mert nagyon sok rendezvény van, legyen az karácsony, legyen az farsang, sokszor még polgármester úr is el szokott kísérni ezekre a rendezvényekre, pontosabban én kísérem el polgármester urat, és ott láthatjuk beszélgetve az ott élőkkel, hogy elégedettek az ott élők, és én úgy érzem, hogy intézményvezetőnek a munkája és az ott dolgozóknak a munkája talán itt mérhető a legjobban, hogyha az ott lakók elégedettek az ott lévő munkával. Még azt sem tapasztalhatjuk, amit esetleg korábbi években tapasztalni lehetett, hogy ilyen kisebb problémák voltak, hogy nem elég az étel, vagy szeretnének minden nap birkapörköltöt enni, elégedettek az ott lévők, az ott lakók a étellel, az ellátással és a kedves munkatársaknak a munkájával is. Nem lehet azt hallani, hogy kevés a nővér, több kellene, több segítség, elégedettek az itt élő emberek, röviden így tudom ezt megfogalmazni. Én, amit kiemeltem a Szociális és Egészségügyi Bizottságon is, ugyanis tárgyalt a bizottság is, és egyhangulag elfogadta a jelentést. Az, amit kiemeltem, az az, hogy a plusz munka, az a plusz munka, hogy az elmúlt időszakban azért nagyon sok pályázattal kellett foglalkozni a intézményvezető asszonynak. Természetesen ez az önkormányzatra is nagy feladatot hárított, de egy intézményvezetőnek nagyon sok feladata van azzal, hogy az a beruházás olyan legyen, ami ennek lenni kell, hogy az a beruházás elérje a célját, és ne cél nélkül legyen, vagy esetlegesen ne legyen olyan sikeres, mint ahogy azt szeretnénk is. Ezzel igazgató asszony az elmúlt években nagyon szépen megbirkózott, és én ezt kiemelve ehhez a munkához gratulálok. Az mellett természetesen, hogy a szakmai munka is nagyon szépen és pontosan folyik, de ezt az elmúlt években már megtapasztalhattuk, hogy ott nagyon pontos és precíz szakmai munka folyik. Ahogy említettem, a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangulag támogatta a napi rendi pontot, és szeretnék gratulálni igazgatóasszonynak és a kedves munkatársainak az elvégzett munkához. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, képviselő úr, teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Van-e további vélemény, kérdés, hozzászólás? Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, valóban folyamatosan, hiszen több telephelyen kell megbirkózni a feladatokkal, pályázatokon és egyéb más úton, módon próbáljuk fejleszteni az intézményt, ami egy plusz feladat a szakmai munkán túl. Ezt tudomásul kell venni a mai világban, ez már csak így van, és ráadásul azt is tudjuk, hogy a Horváth Ferenc úti idősek otthona az nem idősek otthonának épült, és egy régi épületről van szó, tehát ott sok a gond és baj és a tennivaló, úgyhogy a közeljövőben is lesz néhány felújítási, karbantartási munka, amit el kell végezni ebben az intézményben, de én gondolom, hogy ez az ott dolgozók és ott élőknek a javát fogja szolgálni mindenképpen. Nagyon nehéz munka ez, tessenek belegondolni, hogy idős emberek kell úgy törődni, hogy a mindennapjaikat a lehető legjobb körülmények között és legboldogabban éljék meg és töltsék el. Hihetetlen hivatásodat kell ehhez, ennek a munkának a végzéséhez, amivel valóban csak köszönettel tartozunk. Én kérem képviselőt, hogy miután a sors így hozta, mind a két intézmény a körzetében van továbbra is, figyelő személyt tartsa rajta a két intézményen, segítve ezzel is intézményvezető asszony munkáját, intézményvezető asszonynak pedig sok erőt, kitartást kívánok, és én is kérem, hogy tolmácsolja a kollégáknak is ezt a köszönetet, amivel tartozunk az ott dolgozóknak, és önnek is természetesen, hiszen kiváló munka folyik mind a két idősek otthonában és az alapellátásban. Úgy szintén köszönjük ezt, és én is elfogadásra javaslom a tájékoztatót. Ha nincs több jelentkezés, akkor kérem, hogy nyilvánítsunk véleményt, szavazzunk, aki támogatja az elfogadás jelze. Igen, nem, tartózkodás épül rátyangulat fogadtuk el. Köszönjük szépen még egyszer az elvégzett munkát, és gratulálok. Harmadik napi rendi pontunk, tájékoztató újfent, a Magyar Közút Nonprofit ZRT elmúlt évi és az elkövetkező időszak várható tevékenységéről. Köszöntöm körünkben Válcsa Zoltán igazgató urat és kedves munkatársait. Ez is egy olyan téma, amiről hosszan és sokat lehet beszélni, tárgyalni. Vitára bocsájtom. Kérdés, hozzászólás van-e? Mielőtt ezt megtennénk, kérdezem igazgatórat, hogy kíván-e szóban még kiegészítéssel élni. Köszönöm szépen, mikrofon nélkül gondolom. A mikrofon nélkül nem megy, mert a jegyzőkönyv miatt kell elsősorban. Nem azért, mert nem hallanánk a hangját igazgató úrnak. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület és tisztelt egybegyűlt karcagi lakosok. Kiegészíteni valóm nincsen az előterjesztett dokumentummal kapcsolatban, annál inkább, mivel hogy bizottsági ülésen már elfogadásra került, és ott teljes anyagnak minősítést kapott. Úgyhogy várjuk a kérdéseket, felvetéseket evel kapcsolatosan. Ha van benne valami kérdés, értetlenség, akkor arra tudjuk megválaszolni. Azért jöttünk ilyen szépen, sőt még helyi megerősítést is kaptunk, hogy tudjunk minden kérdésre kielégítő választ adni. Köszönöm szépen erről is. Köszönöm szépen, igazgató úr. Akkor a kérdésekre térjünk rá. Pánti Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves vendégeink, igazgató úr, nem is tudom, hogy merre erre fordulok akkor. Mint területi képviselő kérdezem a kisújszállási út felújításával kapcsolatban. Több képviselői területet érint, hiszen egy nagyon hosszú útszakasz, és sok gond és probléma van. Melyik területén várható a felújítás, ami gondolván az útpatkával együtt, hiszen a forgalom óriási a városból bemenő, mert én legalábbis így értékelem, hogy a város forgalma ezen a ez a városrész, tehát ami a városközponttól Kisújszállási út, bár ebben a Püspökladány út is benne van, de szerencsére az ugye csodálatos felújítása,
tehát óriási a forgalom, bemenő, kimenő forgalom, ha erre, mint területi képviselő, hiszen az embereket foglalkoztatja velünk együtt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Én most is azt javaslom, hogy gyűjtsük csokorba a kérdéseket. Van-e még kérdés? Most tessenek meggondolni, utána már csak véleményeket fogadok el. Mondnál pár képviselőt, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, polgármester, a szót, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő, kedves televízió nézők. Az anyagban van egy olyan bekezdés, hogy üzemeltetési fenntartási feladatok. Ebben a részben található egy olyan megnevezés, hogy téli tisztántartási feladatok. Gondolom itt a hojátakarításra és a síkosságmentesítésre. Elég érdekesen van egyébként fogalmazva, de értjük, hogy vagy legalábbis én értettem, hogy miről van szó. Bízom benne, hogy nem csak ennyit jelent ez a feladat, amit a anyagban ez a három szó jelöl, bár én azért azt tapasztalom a városgondosság igazgatójaként, aki rendszeresen látja és ellátja a önkormányzat utaknak a intézményemen keresztül, az által vezetett intézményen keresztül az önkormányzat utaknak a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait, hogy itt azért van probléma az elvégzett munkával. Nagyon későn érkeznek a járművek, vannak útszakaszok, tudnám említeni a Tilalmasi utat például, gyakorlatilag a buszok nem tudnak járni, már a buszsofőr keres meg bennünket, mert a közútkezelőt hiába kezel, hogy legalább, vagy keresi, legalább toljuk már el a havat, hogy közlekedni tudjon, próbáljuk már meg valami érdesítőanyaggal felszórni. Meg is tesszük ezeket, még talán a köszönetet is kapunk, de mikor lemegy a tél, elmúlik a síkos időjárás, a hideg időjárás, akkor úgy mindenki hallgat, hogy az önkormányzat hogyan biztosított erre érdesítő anyagot, síkosságmentesítő anyagot, kik végezték el ezeket a feladatokat. Ha várnánk a közútkezelőnek a munkájára, és kivárnák az itteni lakosok azt, hogy akkor közlekedjenek, amikor a közútkezelő eltakarítja a havat, vagy síkosságmentesíti az utat, akkor nagyon-nagyon sokáig kellene várni. Én úgy érzem, hogy Karcagváros önkormányzata nagyon sokat fordít azoknak az utaknak a karbantartása, a síkosságmentesítésére, amelyek állami utak, de ennek viszonzásaként semmit nem kapunk. Én kérném, hogy gondolják át a vezetők, hogy hogyan lehetne ezt kompenzálni. Lehet egy olyanról is szó, hogy esetleg síkosságmentesítő anyagot biztosítanának a város részére, mert nem kevés pénzről beszélek, tehát milliós nagyságrendben költ az önkormányzat. Természetesen abban benne vannak az önkormányzat utak is, de százezres, hogy lehet, hogy milliós az a érdesítő és síkosságmentesítő anyag, amelyet ezekre az állami utakra mi rászorunk. Biztos vagyok benne, hogy könnyebbség lenne ez, én bízom benne, hogy valamilyen együttműködést ki tudunk találni, és nem az önkormányzatnak kell az állami utakat ezután takarítását végezni, és a síkosságmentesítését biztosítani. Köszönöm szépen, és várom válaszát. Köszönjük szépen, képviselő úr. Ez az idén még inkább, illetve ebben a téli szezonban még inkább jelentkezett, hiszen hidegebb és csapadékosabb volt ez a tél a korábbiaknál, az átlagosnál, és valóban a helyi honpolgárokat különösképpen nem érdekli, hogy most ez közút vagy helyi út, városi út, ők szeretnének közlekedni, mi meg szeretnénk ezt biztosítani. Viszont az anyagi lehetőségeink is végesek természetesen, és nem szeretnénk sem más helyet dolgozni, sem más helyet fizetni. Tehát ezért abszolút jogos ez a kérés és kérdés. Még egyszer mondom, nyilván az generálta, hogy most még inkább érezhető volt ez a probléma. További kérdések vannak-e? Biztos vannak, mert az utóbbi időben nem volt olyan testületülés, ahol én ne kaptam volna kérdéseket, úgyhogy gondolom, hogy azt jelenti, hogy van gond és baj bőséggel. András képviselő úr jelentkezett egy villanással korábban. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt Vancsó úr és kollégái. Elolvasom a beszámolót, végül is tulajdonképpen egy nagyon jól elkészített, pontos beszámoló. A tartalma már sokkal érdekesebb és izgalmasabb.
amiben aztán kiderül, ha egy kicsit közelebbről megnézzük, hogy hogyan is állnak az útjaink, hogyan áll Karcagváros érintő közutak, illetve közútkezelőhöz tartozó utak, illetve a város melletti, de város területén kívüli utak. Itt elsősorban ugye láthatjuk a 4-es számú főútvonal, amelyik viszonylag aránylag jó állapotban van, de a statisztikából az is kiderül, hogy bizony a főútvonalok 50%-a az, amelyik a tervezési élettartamot már meghaladta, illetve amelyeknek a felső kopó rétege 10 és 20 év közötti, amikor ezek gyakorlatilag 12 évre vannak tervezve, tehát messze túlhaladják, ez 39%, iszonyat nagy szám, de ami még súlyosabb, hogy ezeknek az utaknak a 30 és 40 év közötti felületekkel rendelkező utak is vannak, illetve 40 és 50 év ezelőtt burkolt utak vannak, ami 15%. Tehát ezek összességében hatalmas számot tesznek ki, és úgy gondolom, hogy összességében nézzük, bizony az azt jelenti, hogy a környezetünk a városhoz tartozó közút kezelésében lévő utak állapota, annak felülete bizony nagyon-nagyon rossz állapotban van, illetve az elkövetkezendő időszakban nagyon komoly fejlesztéseket igényelne. Egyik kérdésem, várható-e ezeknek az utaknak legalább a kopó felület, nagyobb részt a kopó felület cseréje? Ez az egyik. Tovább haladva azt látjuk, hogy és hivatkozik is többször arra a minősítés, hogy az utaknak az állapota azért kerül ilyen helyzetbe, mert közben megváltozott a forgalom mértéke, megváltozott a járműveknek a teher nagysága, azaz magyarul ma már nem 8 tonnás cseppelteherautók szaladgálnak, hanem 24 tonnás kamionok. De ha megnézzük a önök által készített beszámolót, abból nagyon jól látszik, hogy az utak teherbírása, 63%-a az utaknak jó a teherbírása, ugyanakkor a minősítése 44% rossz. Tehát a kettő között azért jelentős eltérés van, és én úgy értékelem, hogy önmagában nem csak a teherbírás az, ami befolyásolja az utaknak a minőségromlását. Nyilvánvalóan az a kopó felület, ami használva van, az minőségi kérdéseket vesz föl. Kérdésem itt is szintén, hogy lehet-e a kopófelület cserének a minőségén javítani. Tehát magyarul az a beszállító, nyilván önök szerződést kötnek egy beszállítóval, annak a általa beszállított termék minőség ellenőrzése, annak a valóban a szabványok megfelelősége megtörténik-e, illetve oda tudnak-e egyáltalán erre figyelni. Mert gondolom, vagy feltételezem, hogy jelentős szerepe van ennek is benne. Útfelújításos szakasznál én kiemeltem magamnak, felújításra kerülő útszakaszok listájának meghatározása nem tartozik társaságunk hatáskörébe. Tehát ezt értelmezzük úgy, hogy nem a megyei közút kezelő szintjén dől el, hogy melyik az az útszakasz, amelyik felújításra kerül. Akkor itt kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen ki dönti ezt el, hogy Karcag városába, illetve a hozzánk tartozó utak javítása, felújítása ra sor kerüljön. Szintén a üzemeltetés, ahogy képviselőtársam már említette a téli időszakot és a hóeltakarítás, illetve a sikosságmentesítés kapcsán. Ott szintén találtam egy szakaszt, amit érdemesnek tartok úgymond felolvasni, illetve ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
A fenntartási tevékenység egyik legfontosabb területe a burkolatok karbantartása. A karbantartás a burkolat tervezési élettartamán belül a földmű és a pálya szerkezet inhomogenitásából adódó helyi meghibásodások elhárítását szolgálja. Ez a szép szó ugye a kátyút jelenti magyarul. Tehát azt a gödröt, amibe belehajtunk autóval, illetve azt a repedést, ami rázza az autónak a futóművét. Látható, hogy 2016-os évben 25 tonna, illetve meleg speciális keveréket használtak erre, illetve 75 tonna meleg keveréket használtak. A kettő közötti különbség mit jelent? Melyik az, amelyiket bármikor lehet alkalmazni, illetve melyiknek problémásabb a beszerzése? Igen. Látható itt még az, hogy kiemelten kezelik a patka és egyéb kérdéseket. Nyilvánvalóan fontos és hozzátartozik az úthoz a patka is, de úgy gondolom, hogy igazán annak örülnénk, hogyha a felület minél több szakaszon jó lenne. Szintén a fejlesztési részben, a negyedik fejlesztési részben találtam egy szakaszt, amit szeretnék felolvasni is, és illetve kérdezni is ezzel kapcsolatban. Magyarország rövid és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016 9. hó 21-i kormányhatározat. Második melléklete alapján Jász-Nagykun Szolnok megyét érintő költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések között nem szerepel olyan projekt, amely Karcag település közigazgatási területét érintené. Tehát a kérdésem az, hogy ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy kormányzati forrás a karcagi utak javítására nincs, illetve nem lesz. Én így gondolom, de cáfoljon meg, ha nem így van. Felújítás. Abból egyértelműen látható, hogy a topos pályázatok adnak lehetőséget arra, hogy közútjainkban javítási munkák elvégezhetőek legyenek. Ebből ki látszik, hogy a topos pályázatok keretében a város remélhetőleg igénybe vagy hozzájut ahhoz a pályázathoz, melynek keretében felújítható lesz többek között a Kisújszállási út, az a bizonyos kérdéses szakasza. A kérdésem, hogy a hazai program keretén belül vajon milyen lehetőségeink lesznek, illetve mennyi forrás az, ami rendelkezésünkre áll. Ez szintén egy eléggé kérdéses történet. Kérdésem továbbá. Tudjuk azt, nem új keletű probléma a statisztika, illetve a beszámoló elején is jól látható, hogy a számok mutatják az útjaink állapotát. Tudjuk azt, és a korábbi jelzések alapján valószínű a megyei közútkezelőnek is ismerete volt arról, hogy például a Kisújszállási út nevezett szakaszának a javítása nem nagyon halogatható. Ennek ellene itt a 2/3-as vagy 2.3-as bekezdésben a bekötő út érintett szakaszának tervezési munkái megkezdődtek, a tervek leszállításának véghatár ideje augusztus hó közepe. Kérdezem én, nyilvánvaló értem én azt, hogy amíg a topos pályázatokból származó forrás nem áll rendelkezésre, hosszan és bőszen nem lehet tervezni, de azért én úgy gondolom, hogy ezek cáfoljanak meg. Úgy gondolom, hogy ezeknél a hasonló rendű útvaknál bizonyos szabványok szerint kell. Tehát én nem láttam volna annak különösebb akadályát, ha a közút fölkészül erre a lehetőségre, és magát a tervezést már korábban elvégzi, és így úgymond startra készen várná azt az összeget, ami a topos pályázaton belül erre a keletre rendelkezésre áll.
Igen, itt folytatva szintén lát, augusztus második felében kezdődhetnek meg a kivitelezési munkák. Reméljük, hogy ez valóban így is lesz. Augusztus végén fokozott figyelemmel és fokozott óvatossággal fogunk közlekedni a kisújszállási út azon szakaszán. A fenntartással kapcsolatos szövegrész az végül is elfogadható és tudomásul veszük. Amit végül is még szeretnék kiemelni és megkérdezni, hogy én értem-e félre, vagy ha igen, akkor szeretnék rá egy kicsit bővebb magyarázatot, vagy érthetőbb magyarázatot kapni. Valószínű az én kevésbé felkészültségem az oka. A burkolat felújítások terén 2017 évben megyei szinten a tavalyról áthozott 69 milliárdos program keretében 0,9 km-re a terület és területfejlesztési operatív program keretében 46 km, a hazai program keretében 37 km, összességében 85 km hosszú országos közút megújítására nyílik előreláthatóan lehetőség. Ez 85 kilométerre három különböző forrásból tevődik össze, és nagyjából 69 milliárdról beszélünk. Jól értem-e, vagy ez a 69 milliárd, ez egy tavalyi összeg, amiből már jelentős része föl lett használva egyéb területen. Ha ez így van, mennyi az az összeg, ami maradt erre, hogy ebbe az évbe ezek a utak megújulásra kerüljenek, illetve ehhez az összeghez a jelenlegi pályázati pénzekből, például az említett bizonyos topos pályázatból hozzácsatolható-e, illetve van ennek bármilyen kizáró oka. Köszönöm szépen a figyelmet egyenlőre. Köszönjük szépen, Angyali Türemmel. Mi éltük meg ezt a hosszú kérdéssorozatot. Én azt kérném a tisztelt képviselőtől, hogy ne olvassák fel az anyagot, ez nem olvasó délután. Mindenki ismeri az anyagot, mindenki megkapta, mindenki átolvasta. Tessék feltenni a kérdést röviden, tömören. Meg fogjuk tudni érteni, meg a érintettek is meg fogják érteni. Ne olvassunk fel itt órák hosszáig, csak azért udvariasságból nem vontam meg a szót képviselő úrtól. Rövid, tömör kérdéseket tessenek feltenni, lényegre körül. Szepesi Tibor képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt előterjesztők, próbálok rövid lenni is. Tömör, nem fogom megismételni azokat a kérdéseket, amelyek már elhangzottak, de azt gondolom, hogy a választókerületet legjobban a kisújszállási út érinti, hiszen aki ott lakik, azon az egy úton tud kijutni a kisföldek közzé. Látom az anyagból, hogy 2,4 km hosszan fog megújulni ez a szakasz, nyilván ez a legrosszabb részeket érinti a kisújszállási útból, de azt gondolom, hogy aki végigment az úton, az láthatja, hogy gyakorlatilag mindenhol van az úton valami fajta javítani való. Tehát mi történik azokkal a szakaszokkal, ami nem kerül bele ebbe a 2,4 kilométerbe, illetve ezen az útszakaszon, ami esetleg nem kerül be, történik-e patkajavítás, történik-e olyan felújítási munkálat, ami azért mégiscsak az arra közlekedők komfortérzetét javíthatja. Nyilván a legcélszerűbb az lenne, hogyha a teljes utat egészen a Calvin út torkolatától az állatkórházig, illetve addig a részig, amíg megtörtént a külterületi útnak a javítása, a teljes egészében felújításra kerülni, amit én nem is értek egyébként, mert nyilván ez lenne a legcélszerűbb és a leghosszabb tartó kivitelezés hosszú távon. Tehát ez a másik kérdés. De ha már nem történik meg, akkor a közbelső útszakaszokkal azért van-e valami fajta terve a közútkezelőnek? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van a további jelenkedés, kérdések? No, hát akkor jó nehány kérdés van. Még én is hagyd tegyek fel. Azt mondja, hogy az a bizonyos 34-01-es Püspökladányi út, ami nem olyan régen készült el pár évvel ezelőtt, tehát átadva mindannyiunk örömére, hiszen az legalább olyan siralmas állapotban volt, mint a sokat emlegetett kisújszállási út, azon most ilyen felújítási vagy karbantartási munkák zajlanak. Mi ez? Miért kell ez?
már. Hogy létezik az, hogy már most ott kátyúzni kell pár évvel a lázadás után. Vagy ha nem kátyúzás, akkor mi folyik ott? Köszönöm szépen, tessenek parancsolni, a válaszadás lehetősége megvan. Köszönjük a kérdéseket, és akkor átadnám a szót két kollégámnak, Herceg Géza, a felújítási és fejlesztési osztályvezető, illetve az útfelújításokról fog ő majd beszélni, illetve Zsigmond Attila, üzemeltetési fenntartási osztályvezető úr, az üzemeltetés fenntartás kérdéseiről. És akkor most Molnár Pál képviselő úrnak azért úgy mondanám, hogy mind a téli út tisztításról, hogy minden év novemberében tartunk egy megyei tájékoztatót, amire a polgármester urak meghívót kapnak, idén szívesen elvárjuk önt is, mert ott részletesen a téli elhárítási programokat mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk, ott lehet egy részletes tájékozódást kapni arról, hogy mire vagyunk képesek, abból az ellátottságból, ami rendelkezésünkre áll, értem alatta a gépparkot, a fizikai állományt, a dolgozókat, illetve a só vagy egyéb síkosságmentesítő anyagot. És ott tényleg egy átfogó rálátást lehet kapni arról, hogy egy magyar állampolgár mivel találkozhat télen, és miért olyan sorrendben, ahogy azt tulajdonképpen a magyar közút dolgozói végzik. Köszönöm szépen, akkor átadom Herceg Géza úrnak a szót. Köszönöm szépen, megkapta a szót a kedves munkatársa, igazat úr, mi nem tájékoztatót szeretünk, hanem letakarított utakat. Nem tájékoztatót. Takarítsák le az utat. Ennyi. Ha szabad folytatnom, akkor tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Fejlesztéssel kapcsolatosan hadd mondjam azt, és itt a polgármester úrnak is jelezném, hogy sajnos mi semmilyen keretben nem rendelkezünk. Tehát a mi feladatunk a felújítás előkészítése az, hogy adunk egy szakmai véleményt. Mi ezt meg a forgalom szempontjából, az útállapot szempontjából adjuk, a balesetek szempontjából szakmai összedugása, összeállása ennek az, hogy mi adunk általában egy körülbelül egy 170 projektből álló listát. Mi persze prioritás szerint mi sorba rakjuk a szakvéleményünk alapján, hogy mit tartunk legfontosabbnak, és utána jön egy kiválasztódás, amit a képviselő úr is készült, kérezett, tehát nem a megye fog eldönteni. Ez, hogy hogy döntődik el, ezt hadd adjam meg inkább az igazgatónak ezt a lehetőséget, ő diplomatikusabban tud fogalmazni, érthetőbben. Na most ezében, amit tudnunk kell, ugye, az utak állapotáról itt is szerepelt az, hogy 35 éves burkolt utaink vannak minden. Ez ugye nem a mi bűnünk, ezt mindenki láthatja. Ez a útfelújítás mindig a magyar államnak a pénzügyi lehetőségeit szabják meg. Én örömmel tapasztalhatom azt, hogy az idén igenis elindult egy hazai program, meg egy top program. Ez is ugye mondják, hogy 100 milliárdos program, minden ez 100 milliárd, ez az országra vetítendő 100 milliárdos programot. Ez mire lebontjuk, nálunk nettóban ez a hazai programot 2,9 milliárd, illetve a top programban ez 2,5 milliárd forintot jelent. Összeállítva a programokat, kiválasztás során említettem, majd az igazgató fogja megtenni, összealakult egy olyan lista, amit hadd mondjam azt, hogy az országgyűlési képviselőkkel kellett aláíratni. Tehát az mi igazgatónk az a parlamentben ment, és az országgyűlési képviselőkkel ellenjegyeztette ezt a listát. Tehát ez így alakul össze. Azt hiszem, ezzel mindent megmondtam, de ez diplomatikusabban körbírja majd igazgatóra, ha megkérem. Na most a munkákkal kapcsolatos, ez a Kisviszási út, ez nálunk ugye úgy szerepel, mint a karcagi bekötő út, és ennek a, ugye a száma az 34-103-as. Ez a karcagi bekötő útról, ugye korábban már, ahogy a beszámoló is jelzi, tobban, robban, már itt készült korábban. Tudtuk, hogy olyan állapotú volt ez az út, ez ugye régen egy keskenyebb út volt, meg volt szélesítve, le volt szakadva, ezért ez úgynevezett remixes eljárással készült, például 2005-ben a 250-től a 2 plusz 500-as szervényig. Utána a PROP programban még szerepelt 2008-ban,
egy 2500-tól 5 plusz 200-ig megy el, és ez folytatódik most a TOB-ban. A TOB-ban két szakasza van benne, szervényszám szerint hadd mondjam, hogy a pontosság kedvéért a 5 plusz 200, tehát ahol a Rob annak idején befejezte, a 6 plusz 0,74-ig, és aztán a 7 plusz 2,50-től a 8 plusz 7,75-ig. Közben ugye volt ott egy árvász, tehát már ami jobb állapotok burkulat, azt már kiadjuk, hogy a pénzünkből mentő több utat tudjunk felújítani. Most hadd mondjam ezt, hogy hogy áll. Ugye a tervezés, volt egy ilyen kérdés is, a tervezéssel hogy állunk. A tervezéssel úgy áll, hogy ugye a Nagy Magyar Közút, ami 5800 főből áll, ugye mi egy megyei igazgatóság vagyunk, központ csinálja a versenyeztetést. Nálunk minden apró dolog az közbeszerzés útján megy el. A közbeszerzést azt most nem akarjuk minősíteni, az hosszú lejáratú, milyen lejáratú. A Magyar Közútnál még van egy úgynevezett 320-as eljárásnak mondják, hogy mielőtt kírjuk, a fejlesztési minisztériumban jóvá kell hagyni, és miután eredményt hirdetnénk, azt is még jóvá kell hagyni a fejlesztési minisztériumban. Tehát gyakorlatilag egy kicsit még hosszabb ez a közbeszerzés nálunk. A közbeszerzéssel a tervezők ki lettek választva, alá lett hívva velük a vállalkozási szerződés, és éppen a tegnapi nap gyakorlatilag reggeltől estig tervezők, szakemberek a technológiai javaslatokat tették meg, hogy a tervezés hogy induljon tovább. Felvetődött az, hogy miért csak egy réteg, meg stb. Általában nem réteget javítunk, nem kopó réteget, mert az rövid időn belül úgyis problémát okozna megint. Itt megnézzük, hogy vagy egy réteget kell cserélni, vagy két réteget, de leginkább sajnos itt adódik ugye a természetbe, és hogy nem a Dunántúlon építjük az utakat, az altalaj problémákkal felvetődik, sajnos sok helyen érezzük, látjuk azt, hogy gyakorlatilag alapcserés problémák vannak. Az alapcsere azt jelenti, hogy alulról újból felépítjük az utat. Tehát ilyen, na most a tervezést a szakemberek, legkiválóbb szakemberek tervezik meg, tehát nem, még nem is mi, és ennek megfelelően készül. Jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy a tervező kiválasztása megtörtént, ugyanakkor, hogy ne késedelmeskedjen, elkezdték a kivitelezőt is közbeszereztetni. Ezt két eljárásban csinálják meg, az elsőnél ott tart most, hogy tulajdonképpen egy előminősítés úgy tudnám mondani, tehát nem mindenki jelentkezhetett a közbeszerzésnek, bizonyos paraméterek között kiválasztódott három, aki szóba jött a legvégső kivitelezésnél. Most itt jelen pillanatban az van, hogy a technológia figyelembevételeivel, amik a napokban folytatnak, a tervező tovább folytatja majd a tervezést, és utána ez várhatóan augusztus elejére meg lesznek a minden projektnél a tervek. És utána lesz még egy másik körű terveztetése, megkérés a kivitelezőknek, amikor a három legjobb ajánlatadó még egyszer ajánlatot ad. Itt reményünk szerint esetleg még itt megint pénzmegtakarítás összege. Ezek után indul a kivitelezés. Ugye ez a kivitelezés, azt tudni kell, hogy ez augusztus vége előtt őszintén mondva valószínű nem fog beindulni. Sajnos adódik, hogy ez a közbeszerzés, ez akkor fog beindulni, és ez a két út bennünk benne van. Én gyakorlatilag ezeket tudom minden elmondani önöknek. Sajnáljuk, hogy nem a mi szakmai irányításunk alapján, szakmai elképzelésünk alapjának mennek a felújítások, de ez valahol mindig az ország elét is képezi. A hazai programnak még nem jött el az elrendelője, tehát ez jó remények szerint egy-két héten belül meg lesz, de mi már csak akkor hiszünk mindennek, hogy a papíron látjuk. De a TOB-nak már megvan a fedezete, az EU-s pénzből fog menni. Talán mindenről válaszoltam, ha nem, akkor majd utána még szóval teszem. A tovább adom a kollégámnak akkor. Köszönöm szépen, tessék. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Üzemeltetés karbantartással kapcsolatos kérdésekre próbálnék meg válaszolni. Egyik ugye a téli tisztántartás elnevezése furcsa, vagy furcsának tűnhet. Ezt igazából nem mi határozzuk meg, megrendelő oldalról történnek meg a jogcímeknek a meghatározásai. Magyar Közút állami megrendelés alapján dolgozik. Állami megrendelésben vannak meghatározva a feladatok. Azt, hogy a téli sikosságmentesítést, folyátakarítást milyen határidőn belül és melyik utakon kell elvégezni, azt a 6/1998-as rendelet, az országos közutak kezeléséről szóló rendelet határozza meg. Az utak, forgalmuk,
hálózati szerepük alapján útkategóriákba vannak sorolva, szolgáltatásosztályokra vannak bontva, és ezek a paraméterek határozzák meg azt, hogy az egyes utak, útszakaszokat milyen határidőn belül kell síkosságmentesíteni, illetve adott esetben a havat letakarítani róla. Ezek a határidők most a rendelet szerint elég tágak, ezeket kell betartanunk, ezt ezen a téli időszakban is folyamatosan betartottuk. Az, hogy ezek a határidők szűkebbek legyenek, annak egyedül anyagi feltételei vannak. Ha az állam úgy dönt, hogy ezt a határidőket szűkebbre kell venni, akkor a megfelelő forrást hozzá kell tenni, azaz egy nagyobb gépparkot kell hozzárendelni, nagyobb személyállományt kell hozzárendelni, és ez akkor csökkenthető. Korábbi, illetve ez a téli rendszer szerint az utak téli tisztántartása szempontjából három nagy csoportra voltak osztva, őrjáratos, rajonos, illetve fehér utak. Őrjáratos utak azok gyakorlatilag csak a főutak, illetve egy-két nagy forgalmú mellékút, ezeken történik csak síkosságmentesítés. Ez a jelenlegi szabályozás, folyamatban van egy szabályozás, módosítás, tervezet, amely szerint ez az úgynevezett rajonos út, ami gyakorlatilag a hálózat kétharmadát teszi ki, ez megszűnik, és marad az úgynevezett őrjáratos, illetve fehér út. Magyarul ennek kapcsán a sóval történő síkosságmentesített szakaszok hossza jelentősen növekedni fog. Hogy ez a következő térre megvalósul-e ez a módosítás, ezt még egyelőre nem tudjuk, ugye ez jogszabálymódosítást követel, illetve a jogszabálymódosítás mellett ennek a pénzügyi forrását is meg kell teremteni. Másik kérdés, ami volt üzemeltetés fenntartással kapcsolatosan, a hideg aszfalt, illetve a meleg aszfalt kérdése. Alapvetően két dolog határozza meg, hogy melyiket lehet alkalmazni. Téli időszakban elmondhatjuk, hogy itt a mi területünkön kizárólag hideg aszfaltot tudunk javítani, meleg aszfalt keverőtelepek télen bezárnak, legközelebbi meleg aszfalt keverőtelep az Budapesten van, az Illatos út, onnan csak nagyon indokolt esetben szoktunk meleg aszfaltot hozni, de a Szent István hídnál, ha olyan burkolathiba alakul ki, amit már hideg aszfalttal nem tudunk kezelni. Tehát alapvetően télen mindenképpen hideg aszfalt, illetve a magadán burkolatoknak a javítása is alapvetően hideg aszfalttal szokott megtörténni a szerkezetből, technológiából adódóan. Én ahogy így jegyzeteltem, üzemeltetés fenntartást feltűnt, ezek a kérdések voltak, ha esetleg valamire nem válaszoltam, akkor természetesen. Mit szállom még a kollégának? Bocsánat, de pont a polgármester úr kérdésére felejtettem el a választ. Tehát a 3401-esnek garanciális javítások folynak. Ugye a munka elkészítő után a kivitelező garanciális felelősséggel tartozik, tehát ez ő saját költségére kell, hogy megcsinálja. Akik erre közlekednek, azok tapasztalhatták, hogy ez a karcakumadás út milyen volt. Tehát ahhoz képest én azt mondom, hogy nagyon jó minőségben készült el. Egy szakaszon volt, hogy a jobb oldali, ha valaki arra autózott, és hát sajnos, ahogy beszéltünk róla, hogy a kressz szabályt be kell tartani, most már ott 120-an mennek az emberek, ott érzett egy olyat, hogy az autó egy kicsit megbillent, az a szakasz is benne lesz most a javításba, tehát és itt a belterületén is voltak, itt két kivitelező volt, gyakorlatilag a Strabag végezte a külső terület, egy rész is a Sviterskit csinálja ez, de ez egy pillanatokon belül, napokon belül ez elmúlik, de ez a garanciális javítás, ez mindenféleképpen, itt nagyon szigorúak vagyunk, és minden olyasmit megcsináltunk, amit máshol még nem kéne hozzányúlni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Valami kérdés? Hozzászólás. Kérdés van-e? Kérdés? Molnár Pál képviselő, tessék fel csak.
röviden, tömören mindenkit, tőle azt kérem. Jó? Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, kedves televíziónézők. Nekem mindösszesen az előző kérdésemmel kapcsolatosan kérdezném azt meg, megértve azt, hogy elméletileg a szóróanyag, hajtó és kenőanyag rendelkezésre áll a közútkezelőnek, csak időben nem tud a karcagi utakra jönni, hanem csak akkor már, amikor a fontosabb, úgymond fontosabb utakat le tudták takarítani, vagy mentesíteni tudták. Karcag mindig is híres volt arról, hogy kompromisszum kész. Én nekem annyi kérésem lenne, hogy úgyis megvan az a szóróanyag, az a hajtó és kenőanyag, biztosítsák az önkormányzat számára ezt, és akkor meg fogjuk mit csinálni a saját gépeinkkel. Köszönöm szépen. Van erre lehetőséges egyáltalán. De majd még valós jelentkezés, bocsánat. Tessék, parancsoljunk. Köszönöm szépen a polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévő, tisztelt közútkezelő dolgozói. Nem hangzott el arra a kérdésemre a válasz, hogy tulajdonképpen mennyi pénz is maradt abból a 69 milliárdból, de látom, hogy fogok rá választ kapni. Illetve én arra is kíváncsi lennék még, hogy tulajdonképpen mi lesz a tilalmasi úttal. Lesz-e, várható-e ott egyáltalán felújítás, mert egyébként ebből az anyagból számomra úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő 10 évben a tilalmasi utat felejtsük el, de ha ez így marad, akkor ott valószínűleg, hogy helikopterrel lehet majd csak közlekedni. Elmondanám, hogy még a Füzesgyarmat út irányában, azonnal próbálok rövid lenni, a Füzesgyarmat út, tehát a Bucsát Karcaggal összekötő út állapota is iralmas. Kérdésem, hogy az mikor kerül esetleg be ebbe a körbe, amikor fel lehet újítani. Még egy gyors kérdés, mindenféleképpen föl kell tennem fejlesztési minisztériumra hivatkozva, melyik minisztérium konkrétan? Tehát ez lenne a kérdésem, ahol eldől az, hogy például Karcag útjai, vagy Kunmadaras útja, vagy Kunhegyes útja valamikor felújításra kerül, mert van fejlesztési minisztérium kettő is. Melyik az? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tessene parancsolni. Ki kíván válaszolni? Tessék. Köszönöm szépen, polgármester úr, képviselő, Hubay Sándor vagyok, a Kisviselési Mérnökség vezetője. Karcag és térsége többek között a mi közelésünkben áll. Képviselő úr, igazgató úr, kérdésére válaszolnék röviden. Ugye osztályvezető úr elkezdte mondani a téli beosztásokat az utaknak a tisztántartása szempontjából. Ugye van az önjáratos út, amit teljes felületén, teljes szélességében sóval kezelve, van a rajonos út, ami már csak szakaszosan van sóval kezelve, vagy jelesítővel, és van a fehér út, ahol egyáltalán nincsen síkosságmentesítés, csak hóeltakarítás. Ilyen többek között ez a tilalmasi út is egy fehér út, ami forgalmatság alapján lett ebbe besorolva ebben a kategóriában. És arról is volt szó, hogy milyen időközönként kell ezeket a tisztántartási feladatokat elvégezni. A fehér utakon 24 órán belül kell elkezdeni a takarítás, természetesen akkor nagy részt már a havat letapossa a forgalom. Az, hogy az önkormányzat és esetleg a mérnökség hogyan tudna együttműködni, arra ennyit tudok mondani, hogy valamikor volt kis Karcagon is helyi vállalkozó, aki hóeltakarítási munkákat vállalt el. Szerintem a Városgondnokság is tudhatna ilyet, de csak hóeltakarítási munkákat tudunk kiadni, síkosságmentesítés nem. Ugyanis, hogyha a magyar állam a tilalmasi útnak a sózását nekünk sem fizeti ki, akkor mi sem tudjuk továbbadni ezt a részét. Tehát gyakorlatilag csak a hóeltakarításról tudunk majd beszélni, hogyha gondoljátok. Elhangzott még a tilalmasi útnak a fenntartása, hát tudomásom szerint a felújításról úgy néz ki, hogy nincsen szó egy jó darabig. A fenntartásával kapcsolatban tavaszi kátyúzással végeztünk, erre az évre a belterületi szakaszon egy komolyabb méretű patkarendezést szeretnénk terveztünk be, ami remélhetőleg a vízvezetést javítja és a krátyuk kialakulását csökkenti. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tessék parancsolgató úr, hogyha még... Köszönöm szépen, akkor most a útfelújítások finanszírozását szeretném úgy nagy vonalakban felvázolni. Ahogy hallottuk, az idén
területfejlesztési operatív programból lesz Karcag területén a kisújszállási út felújítva. Ennek az útnak a kijelölését, erre a fajta felújítása a megyei közgyűlés rendelte el. A megyei közgyűlés a keretgazda, ő kapja azt az EU-s pénzösszeget, amivel rendelkezhet. A kedvezményezett a Magyar Közút, tehát a lebonyolítók mi vagyunk, de az, hogy melyik útszakasz legyen a megyébe felújítva, azt a megyei közgyűlés határozta meg. Az egyéb útfelújítások, lehet olvasni 100 milliárdos programról, amiből Karcag nem részesül, annak a finanszírozása még nem eldöntött tény, ez kormányzati kérdés. És a fejlesztési minisztérium, ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az, ami a közutakkal is foglalkozik, tehát nem a Vidékfejlesztési Minisztérium. Tehát a kettőt akkor el kell különíteni, a mi miniszterünk dr. Sesták Miklós, az államtitkárunk dr. Homolya Róbert, aki a közlekedés politikáért felel. Tehát erről a minisztériumról beszélünk, tehát erről a fejlesztési minisztériumról beszélünk, amikor mi így emlegetjük, hogy a minisztériumunk. És akkor a András András képviselő úr megkérdezte, hogy hogyan van ez a 69 milliárdos program. Ez 2016-ban bonyolódott le, és ebből maradt még valamennyi forrás, nem egészen 1 kilométer út feljavítására ad ez lehetőséget, ami 2017-ben fog megvalósulni. Munkaterület átadás megtörtént, munkakezdés még pár napig várat magára, május első napjaiban az is elkezdődik. Tehát itt jön be az a 69 milliárd, ami esetleg zavaró tényező, de hogyha a képviselő úr megnézi a fejlécet ennél a fejezetnél, akkor az ott van, hogy a megyei fejlesztésre vonatkozó rész, tehát nem Karcagra. András András képviselő úrra gondoltam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, igazgató úr. Akkor a kérdéseket lezártuk most már. Hozzászólások következnek, vélemények, rövid vélemények, hogyha vannak. Tessék, Magyar Kancellár Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen. A Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója Váncsa Zoltán úr részt vett a pénzügyi fejlesztési bizottsági és mezőgazdasági bizottsági ülésünkön, ami ezen a héten, hét elején történt itt a kettes teremben. A bizottság tagjai ezt az anyagot megkapták, áttanulmányozhatták időben. Igazgató úr részletes tájékoztatást és adott a bizottság ülésen, és kérdésekre is felelt. Több kérdés természetesen ott is előfordult. Nagyon köszönjük, hogy négy munkatársát volt olyan kedves és elhozta a mai ülésünkre, ahol szakszerű tájékoztatást kaphattunk az uraktól. És mivel a körzetemet, ahol képviselő vagyok, a hatos választókörzetet érinti ez a kisújszállási út, ami nagyon-nagyon sokszor itt szóba került, ezért én is azt szeretném kérni a tisztelt igazgatótól és kollégáitól, hogy mihelyis lehet ennek az útszakasznak, a Karcagon belüli útszakasznak a felújítása minél hamarabb kezdődjön el, hiszen az ott lakók ezt már nagyon várják, illetve hát a városban közlekedők szintén. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Tessék parancsolni még egy reagálás. Egy hozzászólást szeretnék tenni, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselő testületi tagok. Ugye itt elég sok dolog felmerült az útfelújításokkal kapcsolatosan, inkább illetve a téli üzemeltetési dolgokkal kapcsolatosan. Én Litkei Bálint vagyok, a megyei forgalomtechnikai és kezelői osztálynak a vezetője. Egy dolgot senki sem említett meg, hogy Karcagvárosban ismét történik egy fejlesztés. Ugye a karcagiak szerint... Még nincs vége a hozzászólásoknak, valószínűleg azért. Még én is szerettem volna hozzászólni. Akkor nem akarom elvenni polgármester úr kenyerét.
Igazából csak egy gondolat, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen örvendetes, és ez valahol a város és a Magyar Közútnak az összefogásának köszönhető, hogy Karcagon a postai csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kerül bevezetése. Ugye itt polgármester úrékkal annak idején többször egyeztettünk, ugye azt is tudni kell, hogy sajnos ugye erre a projektre is a forrást nem a Magyar Közút biztosította, hanem a magyar állam. De az, hogy ez megvalósulhatott, én úgy gondolom, hogy a város és a Magyar Közútnak az eddigi jó együttműködése mindenképpen szükséges volt. Egy napi rend előtti felszóláshoz szeretnék hozzászólni. Nagy János képviselő úr említette a 4-es füzesgyarmati út csomópontjának a közlekedés biztonsági helyzetét. Ugye, mint szakterület, tehát illetékes, szeretnék egy-két dologba hozzászólni. 10 évvel ezelőtt ugye ez a csomópont, ez gyakorlatilag 90-es években épült ki. Ugye azt tudjuk, hogy a 90-es években még nem volt ekkora forgalma 4-es úton, de hát nyilván mindenképpen egy kiemelkedő hálózati funkcióval rendelkező út. 10 évvel ezelőtt is elég komoly forgalombiztonsági problémák voltak ezzel, rengeteg volt a halálos baleset. Akkor a hazai forrásból biztosította a magyar állam kisköltségű forgalomtechnikai beavatkozásokra lehetőséget, ezt el is végeztük. Ez gyakorlatilag a csomópont figyelemfelhívó jellegét, burkolati prizmák, burkolatjelfestés, ezeket a fluortábláknak a kijelzését jelentette. A tapasztalatok azok rendkívül kedvezően alakultak, idén februárig, márciusig. Sajnos történt egy halálos baleset. Azt kell tudni, hogy ez a beavatkozás ez mindenképpen szerencsés volt, a korábbi halálos balesetek megszűntek, könnyű sérüléses balesetek sajnos előfordulnak. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a 4-es út az autópálya szintű forgalmat bonyolít le. Egy járműosztályozós csomópont, mint amilyen ez a benzinkúti csomópont is, sajnos ezt a forgalmat, hogyha lekeresztezi egy olyan forgalmas út, mint a füzesgyarmati út, sajnos a nagyszámok törvényébe adódóan a baleseti kockázat sokkal magasabb. Mindenképpen mi is javasolnánk az átépítést. Fórumokon szakmai javaslatokként ezt meg szoktuk fogalmazni, hogyha lesz rá pályázati forrás, akár egy körforgalmi építés, azt mindenképpen mi is támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e a tisztelt képviselők részéről még reagálás? András András képviselő úr, tessék parancsolni. Utolsó szójogán. Köszönöm szépen, polgármester úr, az utolsó szójogán. Élek vele. Hát az elhangzottak igazából sok optimizmusra nem adnak okot. Örülünk neki nagyon, hogy jelzőlámpa épül a postai kereszteződésbe. Nyilvánvaló egy kicsit nehéz lesz megszokni, meg fogjuk szokni, én gondolom, és bízok benne, hogy javítani fog majd a helyi baleseti statisztikán. A 4-es számú főútvonal, igen, valóban autópálya mértékű forgalmat bonyolít a 4-es számú főútvonal, különösen a Románia irányába haladó forgalom szempontjából. Tudjuk azt, hogy sajnos eredetileg tervezett autópálya építés az füstbe ment, tehát az elkövetkezendő időszakban nem várható, hogy Karcag környékére autópálya jöjjön. Azt is tudjuk, hogy a gyorsforgalmi út építése és annak tervezése fegyvernek kell be is fejeződik, tehát Karcagnak a közelébe sem lesz 4-sávos út. Tehát igenis valóban nagyon indokolt az, hogy ezen a bizonyos kereszteződésen megtörténjen minél hamarabb ez a fejlesztés. Valószínű, önök pontosan látják, azok a forgalomszámláló gépjárművek, amik kint vannak, meg személyek, azok mérik és pontosan tudják, hogy mekkora ez a bizonyos forgalom, és mekkora terhet jelent. Én jó munkát kívánnék önöknek, de azt azért hozzáteszem, hogy hatékonyabbat, és el is várnánk, hogy ennél jóval hatékonyabb legyen. Nem személynek szól ez a kritika, hanem úgy összességében az egész rendszernek. Látható, hogy
az elkövetkező időszakban nem csak Karcag, hanem ennek az egész térségnek igen nagy feladatokat fog állítani a közlekedés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van még további jelentkezés? Molnár Pál képviselő, tessék. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót, és ígérem utoljára szólok. Én azért azt szeretném, hogyha Váncsi úrék nem úgy, és kollégái nem úgy távoznának, hogy na is most Karcagon megkaptuk, nem nagyon lehet velük tárgyalni, ők csak követelnek. Azért én ezt nagyon jól tudom, hogyha mondjuk nincsenek önök itt, mi azért azt is el szoktuk mondani, és akkor, hogyha eddig nem hangzott, én elmondám, hogy azért meg szoktuk azt a munkát köszönni, és meg is köszönjük, amit önök az erejükhez képest megtesznek. Mert én biztos vagyok benne, hogyha lennének források, szívesebben megépítenék azt az utat, a síkosságmentesítést, a hólyártakarítás biztos vagyok benne, hogyha a nagyobb gépállomány lenne, hamarabb elvégeznék, vagy még pontosabban, precízebben elvégeznék, és hogyha esetleg rendeletileg nem lenne ilyen, hogy a havat hagyjuk ott az úton, egyébként ezt én most hallottam először, hogyha ezt az önkormányzatiságnál bevezetnénk, a képviselőknek ezt mondanánk, hogy az Fehér út mondjuk valamelyik képviselőtársam választóközvetében lennének ilyen utak, hogy a havat nem takarítjuk el, hát annak a képviselőnek szerintem nem kéne még egyszer indulni önkormányzati választáson, vagy a polgármester ilyet mondta, nem kéne indulnia. Na de hát ez a mi nekünk a problémánk, vagy ezt nekünk kell megoldani, amit meg is fogunk természetesen oldani, hogyha önök segítenek ebbe, akkor azt nagyon szépen megköszönjük, ha nem, nekünk sajnos akkor is ezeket a feladatokat meg kell oldani. Én azért engedjék meg, hogy mindenkinek jó munkát kívánjak, és megköszönjem az eddigi erőfeszítésüket is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Egészen békülékenyek leszünk így a végére, hál' Istennek. Tisztelt testület, tisztelt vendégeink, nyilvánvalóan itt mindenki, aki itt véleményt formált, kérdést tett fel, tisztában a lehetőségekkel, a határokkal. De azt is tudomásul kell venni, hogy olyan szinten növekedett meg a közlekedés, a gépjármű forgalom, hogy az emberek türelmetlenebbé váltak emiatt, hogy rossz az út. Nem szeretjük, hogyha rossz az út, és néha úgy érezzük, hogy miután így a határvidéken vagyunk, a megye határvidéken kevesebb fény esik ránk, és szeretnénk, hogyha nagy-nagy odafigyelés lenne irányunkba is. Azon túl, hogy természetesen mindenki bosszant az, hogyha a kocsijával döcög itt-ott-ott, tehát ez magától értetődő. Még egyszer mondom, tudjuk a határokat, az önök határait is, nem szakmai határait, hanem anyagi határait, és tisztában vagyunk ezzel. Én remélem, hogy ami a legjobban foglalkoztat itt bennünket, meg a lakosságot, és ez a bizonyos kisújszállási út, ez csak elkészül Isten segedelmével ebben az évben, vagy elkezdődik. Az nagy segítség lenne. Aztán megint lesz majd néhány olyan út, amiért fogunk kőkeményen lobbizni, meg veszekedni. Lásd a Püspökvárosi vagy 3401-es útvonalát. Mindig lesz ilyen természetesen. Úgyhogy reméljük, hogy megoldódnak ezek a problémák az idén. Aztán a döntéshozók meg majd eldöntik valóban, hogy osztják a pénzt, vagy mire osztják a pénzt. És tényleg jó szívvel köszönjük meg azt az együttműködést, amit eddig is tapasztaltunk mindenki részéről, de itt a postai csomópont biztonságosabbá tétele érdekében tett erőfeszítéseket meg külön köszönjük, és örülünk ennek, és higgyék el, hogy végtelen hálásak vagyunk. Annak is örülünk, hogy flottul mennek a munkák, azt látjuk, és gyorsan, és májusra be van ígérve, kész is lesz május valamelyik részén, ugye a május végéig érvényes ez a dolog, nagyon szépen haladnak, örülünk ennek, mi minden kicsinek is nagyon tudunk örülni, de most egy nagyobbat akarunk, a kisújszállási utat, ez legyen így, és gondolom, hogy nem csak örökön múlik ez a dolog, örökön nem múlik. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és hölgyeim, gondolom, hogy a beszámolót elfogadjuk. Örülnék, hogyha ezt mindannyian megtennénk, hogy ez így legyen, hiszen azzal, hogyha nem fogadjuk, nem segítünk az ügyleten egy csöppet sem. Azzal a megjegyzéssel, hogy visszatérünk egy pár hónap múlva erre a kérdésre, hogyha lehetséges, és az urak tudnak időt szakítani ránk, majd valamikor az ősz folyamán.
hogy hogyan alakult a nyári időszak. Meglátjuk. Jó? Bizonyára tetszene tudni egy fél délután erre kiszakítani. No, ezzel lezárva és minden köszönetünket kifejezve az eddig végzett munkáért, javaslom a beszámoló elfogadását, aki tudja támogatni. Jelezve, igen, nem, tartózkodás nélkül, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igen, 2 nemmel elfogadásra került a beszámoló. Köszönjük szépen a munkájukat, további sok sikert kívánunk. Addig kellett itt megszámolnom, mert a képviselők jönnek, mennek. Menet közben van, aki jön, van, aki megy. Viszontlátásra, minden jót kívánunk. Negyedik napi rendi pontunk. Következő javaslat a Karcag testvérvárosaért közalapítvány alapító okiratának módosításáról szól. Találkoztunk a múlt testület ülésen is ilyen témával. A polgári törvénykönyv szabályi szerint kell alakítanunk a alapító okiratot. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény. Két határozati javaslatról kell döntenünk. Először az okirat módosításáról, ha nincs jelenkező. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról döntsünk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Ötödik napirendi pontunk. Javaslat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli ingyenes nyári szünidei étkeztetésének időtartalmáról szól. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Legalább 43 munkanapon kell megszervezni a nyári időszakban, és ennek az időtartama egészen pontosan június 19-e és augusztus 18-a között lesz. A korábbi rendnek megfelelően. Szakbizottság támogatta. Tudjuk-e mi is támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk, javaslat a karcagi SC Varró István szakgimnáziuma, szakközépiskolai és kollégiuma tagintézmény vezetői pályázati véleményezésére. Tisztelt képviselőtestület, a középiskola tagintézmény vezetői ellátására egy pályázat érkezett. A jelenlegi megbízott igazgató adott be pályázatot, Szabó István igazgató úr, aki egy kiváló szakember, tetszenek olvasni a munkásságát is az anyagban, hosszú időn keresztül 25 éve dolgozik pedagógusként, igazgatóhelyettesi posztot, igazgatói posztot töltött be, tankerületi igazgatói beosztásban is volt 4 éven keresztül. Az önkormányzatnak javaslatot kell tenni arra, hogy a pályázatát támogatja-e vagy sem. Pánti Ildikó képviselőasszony jelentkezik, tessék parancsolni. A bizottság egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen, tehát a szakbizottság egyhangulag támogatta. Mi tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, folytassuk munkánkat. Hetedik napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Javaslat a Karcag Táncsics Mihály körül 19 szám alatti óvoda tornaszoba építésére vonatkozó, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételre. Az önkormányzat nyilvánvalóan pályázatot kíván benyújtani az óvoda tornaszoba építésének támogatására. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Régi vágy az óvodának az, hogy ez a tornaszoba elkészüljön. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk, javaslat a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételre. Itt két pályázatról van szó. A piaccsarnok mögötti terület feletté tétele a célunk, ha nyerünk a pályázaton, illetve az idősek otthon a konyhájának a felújítására kívánunk pályázni. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ehhez? Szakbizottság támogatta. Mi tudjuk-e támogatni? Igen,
nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 9. napirendi pontunk. Javaslat a Jászogytúl Szolnok megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatására. Mint az elmúlt években, most is a megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság kéréssel fordult hozzánk, hogy különböző eszközök beszerzésére különítsünk el a költségvetésünkből egy bizonyos keretet. Javaslom, hogy ezt tegyük meg, hiszen a saját jól felfogott érdekünkben is érdemes ezt megtenni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? 3 millió forint van a költségvetésben erre elkülönítve. Szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunk. Javaslat a Karcag Bentről T4553 helyrajzi számú ingatlanból 15.000 négyzetméter nagyságú terület MVM Hungaro Wind Kft. Részére történő bérbeadására. A GTT is tárgyalta ezt a témát. Fotovoltaikus erőművek létrehozását tervezi ez a cég a rekultivált hulladéklerakó telepen. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Megfelelő bérleti díj ellenében természetesen, ami ütemezve kerül majd részünkre megfizetésre. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk. Javaslat a Karcag Pipacsú 14 szám alatti 4812/77 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz való hozzájárulásra. Ezt az ingatlant elidegenítési tilalom terheli beépítési kötelezettség biztosítására. Az ingatlant a tulajdonosai értékesíteni kívánják, ehhez viszont szükséges az önkormányzat hozzájárulása. Javaslom, hogy járuljunk ehhez hozzá. Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk. Igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 12. napirendi pontunk. Javaslat a Karcag Városudvar 2 szám alatti 141/24 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonban lévő 61/214 negyed tulajdoni hányada önkormányzati tulajdonba kerülésének igénybejelentésére. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, ez egy vegyes tulajdonú ingatlan, a Városudvarban található régi épületről van szó, volt ott már sok minden, legutóbb az ANTS, most már viszont egy paktumiroda került ott kialakításra. Jó lenne, hogyha ez egy kézbe kerülne, ezért kérvényezzük, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön, és térítésmentesen kerüljön ez ide az önkormányzathoz. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Legyen vegyes tulajdon, legyen egy egységes, főleg a miénk. Ez az épület, így van, az az épület, igen. Igen, igen. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 13. napirendi pontunk. Javaslat a Karcag Kossuth tér 5 szám alatti 29,39 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Csaneri Zoltán Lőrinc részére történő pályázaton kívüli bérbeadásáról szóló 115/2016 KT számú határt módosítására. Egyrészt egy bérleti szerződés meghosszabbításáról lenne itt szó, és egyben egy bérleti díj emelésről is. Nagyon kedvező áron kapta meg ez a vállalkozó, aki ötvös munkát végez ebben a helyiségben, annak idején, hogy be tudjon indulni, úgy gondoltuk, hogy most már reális áron célszerű, illetve úgy gondolta a gazdasági tanácsadó testület. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 14. napirendi pontunk, javaslat a Karcag laktanyában található Karcag 5376/40 helyrajzi számú ingatlanból 500 négyzetméter nagyságú terület Birkás Erzsébet részére történő bérbeadásáról szóló 202/2016 KT számú határat módosítására. Bérleti szerződés meghosszabbításáról van szó, ebben az esetben is 2018. április 30-ig tartana ez a bérleti szerződés, hogyha
támogatja ezt a tisztelt képviselőtestület. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Úgy gondolom, hogy nincs ennek akadálya, nem látom. Semmi olyan okot nem látok, ami akadályozhatna ebbe bennünket. Támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 15. napi rendi pontunk. A jelentések, 24 darab jelentésről van szó, összevont szavazást javaslok. Ha bármelyik jelentéssel kapcsolatban bárkinek kérdése van, kérem jelezze. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a jelentéseket. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, az átülés és a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. Tisztelt jelenlévők, felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a előtett programokról legyen kedves tájékoztatást adni. Április 27-én rendezi meg a Kiskulcsosi Általános Iskola a Kiskulcsosi Kavalkád című műsoros estjét a Dérindé Kulturális Központban. Április 28-án a Világjárok című előadássorozat következő vendége Pap György, aki vietnámi útjáról számol be a közönségnek. Május 1-én a karcagi majális programjaira várják a város lakosait. A Kossuth téren fellépnek Kovács Marika és Kolostyák Gyula nóta énekesek, a Sárai Band, a Dalma Dance Club táncosai, a Popom együttes, Kocsis Tibor és a History együttes. A koncertek mellett a Bengecsek Alapítvány játszóháza és a kézműves vásár is várja az érdeklődőket. Az erdei tornapályán ismét megrendezésre kerül a Kötöny népe 4. Nagykun íjfeszítő viadal Talpasi Jászverse. Május 4-én a Jászkun emléknap alkalmából a Millenniumi Emlékparkban a Jászkun Redemció emlékharangjánál emlékezünk a Redemció 272. évfordulójára. Ünnepi beszédet mond nagy tiszteletű konstibor Esperes. Május 5-én lesz a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ballagási ünnepsége. Május 6-án búcsúznak iskoláiktól a Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium végzős diákjai. Május 6-án és 7-én rendezik meg a Karcag Kupa országos asztali tenisz versenyt a sportcsarnokban. Május 11-én a Dérindé Kulturális Központ a szakköré randevű címmel programmal csatlakozik az országos közösségek hete kezdeményezéséhez. A rendezvényen a Kunkuckó diákszínjátszó kör és a balettcsoport mutatkozik be. Május 12-én a Kovács Mihály emléknapok keretében kulturális műsort rendez a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület a Dérindé Kulturális Központban. Május 13-án és 14-én rendezik meg a 4. Karcagi Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztivált az Akácvéget Gyógy és Strandfürdőben. Május 15-én és 18-a között kerül sor a Kovács Mihály emléknapok programjaira. Május 17-én az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub tavaszköszöntő bált rendez a Dérindé Kulturális Központban. Május 20-án rendezik meg a hagyományos néptáncos bált, melynek bevételéből a néptánccsoportok ruhatárát újítják fel. Május 24-én anyák napi operett gálára várják a műfaj kedvelőit a Dérindé Kulturális Központban. Május 27-én a Családi és Gyermeknap sportnap programjai várnak mindenkit a Ligetúti sporttelepre. A kézműves foglalkozásokon kirakadó vásáron túl a nap folyamán lesz szülői labdarúgótorna, élő amőba, kapitánylabdabajnokság, sor- és váltóverseny, és megrendezik a népi ételek főzőversenyét, valamint a 4. Nagykun diák birkapört főző versenyt is. Jelen lesz a rendezvényen a Tour de Hongrie szervezőcsapata is, akik a kerékpáros sportot népszerűsítik. Május 31-én operettgálára várják a műfaj kedvelőit a Dérindé Kulturális Központba. Tovább folytatódnak a diákolimpiai fordulók és az utánpótlás tornák a városi sportcsarnokban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak valamennyi rendezvényre. Köszönöm szépen az előzetest, és valóban mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre, tessenek kilátogatni, reméljük az időjárás is kedvező lesz most már, és mindenki örömmel vesz részt ezeken a programunkon. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy
legközelebb munkaterv szerint 2017. május 25-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e erre az ülésre valakinek napirendi ponti javaslata? Úgy látom, hogy nincs. Tisztelt képviselőtestület, mai napon nagyon szépen mindenki, hogy úgy mondjam, megdolgozott a pénzéért. Köszönöm mindenkinek az aktivitását, a megjelenését, érdemi munkáját. A nap hátralévő részéhez mindenkinek jó pihenést kívánok, az ülést bezárom.